Tisztelettel köszöntöm Önöket, benneteket mai lakossági fórumunkon. Külön köszöntöm Süli János miniszter urat, településünk országgyűlési képviselőjét, illetve a 3. számú választókerületnek az országgyűlési képviselőjét. Nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan elfogadtátok a meghívásunkat erre a mai fórumunkra. Eltelt 5 év, újra mérhetjük magunkat. Kicsit visszamennék a kezdetekbe. Ugye 5 év ezelőtt, mikor a lakosság megválasztott polgármesternek, beültem a székbe, és akkor elgondolkoztam rajta, hogy most kaptam munkát, itt van, oldjuk meg. Ugye kintről kerültem be a civil életből, a közigazgatásba, hát elég nehéz volt a kezdet, mire el tudtam igazodni a sok buktató, fal, olyan dolgok között, amit a magánéletben, magánvállalkozásban nem volt. Itt beleütköztem egy-két dologba, de azért sikerült átlátni, előbb-utóbb belelendültünk a képviselőkkel együtt. Az látható is volt a testületülésekből, hogy az elején kicsit nehezebben ment az egész levezetése is, de hát ugye bele kellett tanulni, a végén már szerintem rutinosan ment és működött a dolog. Első lépésként az volt, hogy előző testület ugye leszavazta és nem engedte kamerás közvetítéseket a testületi ülésekről. Én úgy gondoltam, hogy erre szükség van, hogy tájékoztassuk a település lakosságát bármikor, bármilyen döntés születik, hogy tudjanak róla. Illetve riportokat is adtam folyamatosan, hogy esetleg, aki nem követték az üléseket, összefoglaltam és próbáltam elmondani azt, hogy mi történt a település életébe az elmúlt időszak alatt a két riport között. Amikor bekerültem, próbáltam átnézni, hogy mink van. Egyáltalán a vagyoni helyzetünk hogy áll, hogy áll az anyagi helyzet, hogy állnak az épületeink, ingatlanjaink, földterületeink. Ezeket próbáltam összekeresni, hogy tudjam, hogy mi van. Hát elég sok problémát találtam benne. Köztük egy példának mondanám a ravatalozót, ami nem az önkormányzat tulajdonában volt. Futballpálya, ami nem volt felrajzolva, öltözők nem voltak felrajzolva. Találtam nagyon sok olyan földterületet, amire béleti díjat nem fizettek, csak használtak a területet a gazdák, tehát próbáltam ezeket rendbe tenni. Tudom, hogy ebben jó pár tüskét is szedtem magamnak azoktól az emberektől, akikkel konfliktus helyzetbe kerültem, de annélkül nem ment. Tehát muszáj volt, hogy rendet tegyünk, átlássuk, lássuk, és úgy tudjunk gazdálkodni, hogy tudjunk, mi van nekünk. Most így utólag is nagyon köszönöm azoknak a tulajdonosoknak, akik ingyen átadták a ravatalozó területét, hiszen az egy osztatlan, közös tulajdonú erdőbe volt, amit annak idején még a tanácsidőben megépítettek, nem került felrajzolásra, nem került semmilyen ingatlan nyilvántartásba, és kárpótlás alkalmával, azt hiszem 7 tulajdonos volt, a 7 tulajdonos osztatlan, közös tulajdonú erdőbe megkapta ezt az egész területet. Ahhoz, hogy egyáltalán, ami meg is valósult, ahogy pályáztunk rá, előtte a tulajdonviszonyokat kellett rendbe tenni, hiszen csak tulajdonosként tudunk pályázni, hogyha más tulajdonosok vannak egy ingatlanon, nem lehetett. Tehát erdőműveléságból ki kellett vonni, ez erdőmérnöket kellett bevonni, aki ezt lepapírozta, illetve több százezer forintjába került az önkormányzatnak, mire ezeket az eljárásokat végigvitt, és utána lehetett csak terveztetni az új ravatalozó épületét is. Körbenéztem egy kicsit a határba, hiszen ismertem is a határt, csak melyik az önkormányzati területek, és nagyon sok fát ki tudtunk vágni, és az elmúlt 4 évben a gázkazán nem volt elindítva az önkormányzat épületébe, hiszen önkormányzati területekről annyit be tudtunk gyűjteni, annyi fát, tűzifát, utak széle, árkok széle, annyit sikerült begyűjteni, hogy még most is van körülbelül 2 évre való tűzifa az önkormányzat épületébe, lényegesen csökkentettük a költségeinket. Egy-két nagyobb beszállítóval, akikkel folyamatos kapcsolata volt az önkormányzatnak, sikerült mindjárt kialkudni egy pár százalék árrést,
és nyilván ebben is már ilyen milliós nagyságrendekről beszélhetünk, hogy annyit sikerült megspórolni, hogy tudtam egy kis alkoholapot teremteni velük, hogy azt akarták, hogy tovább ide szállítsanak, engedjenek kicsit az árból, de összességében ez már több milliós tétel volt szintén megtakarításban. Elkezdődött úgymond a munka, felmértük az ingatlanok állapotát, hogy hogy néznek ki az önkormányzati ingatlanok. Hát nagyon sok kivetni való volt rajtuk, próbáltak itt az évek alatt rendbe tenni, felújítani. Lassan talán végig is értünk rajta ezelőtt az 5 év alatt, de még vannak mindig tennivalók azokkal is. Tehát mivel, hogy kamera volt, látták a döntéseinket, tudott róla a település, úgymond az átláthatóság az biztosított volt az egész lakosság részére, tehát bárki bármikor belenézhetett volna bármilyen dokumentumba, elszámolásokba, pályázati ügyekbe, senki nem tette meg. Ez mindenkinek a saját dolga volt, hogy megnézze vagy nem nézze, se képviselők, senki, csak a könyvelés látta meg én az elszámolásokat, illetve olyan elszámolásokat, a kincstár, vagy az MVH, tehát a Magyar Vidékfejlesztési Hivatal, azok ellenőrizték az összes elszámolást a pályázatokra. Pályázati eseteknél, éppen mikor az orvosi rendelőre pályáztunk, vagy annak az eszköz beszerzésére, akkor is mindig kikértük az orvosok véleményét, ők mondták meg, hogy milyen eszközökre van szükségük, miből van hiány, mit kell pótolni, és azok alapján állítottuk össze a pályázatokat, hogy megfelelő eszközökhöz jusson hozzá, és megfelelő legyen a betegellátás. A civil szervezeteket egy nagyobb összeggel támogattuk, mint az előzőben, a másik testület, hiszen 500 000 forintra felemeltük az éves támogatásokat, pályázati formában pályázhattak rá, el lett bírálva, és az utóbbi időben, hogyha követték a televízió adásokat, az utóbbi időben nyilvánosan úgy lett kiosztva a pályázati eredmények, hogy ki melyik egyesület mennyien támogatásra részesül az önkormányzattól. Tehát amennyire lehetett, mindig is támogattuk az egyesületeket, mondom még plusz 500 000 forint, mint előzőekben volt. Így most pontosan 2,5 millió forintot kaptak évente az egyesületek igaz összességében. Nyilván azt is figyelembe vettük, hogy már hányan vannak az egyesületben, mennyire aktív az egyesület, mennyi embert vonz az ő tevékenységük, és annak megfelelően próbáltuk elosztani az összegeket. Bocsánat, egy kicsit ebben nem próbáltam, mert ezt egy személyben szoktam eldönteni, hogy melyik egyesület milyen összeget kap, hiszen én egyik egyesületnek sem vagyok tagja, így a pártatlanság biztosított volt. Felmerült többször a lakosság részéről, hogy szociális tűzifát miért nem oszt Nagydőlök település. Eleinte nem lehetett, majd utána lehetett volna Nagydőlöknek is, csak mivel nem hátrányos helyzetű település Nagydőlök, mi így csak önrészes formába tudtunk volna a szociális tűzifára pályázni. Na most úgy beszéltük meg, hogy inkább azt az önrészösszegét nem oda tesszük be, hanem karácsonyi utalmány formájába kijuttatjuk a település lakosainak, és így sokkal több embernek tudtunk úgy érzem segíteni karácsony előtt, mert azért több mint 5 millió forintot minden évben kiosztottunk. A mai, vagy az idei évben pedig még sikerült hozzá ezt az iskola óvodakezdési támogatást is kiadni, ami szerintem egy nagy segítség volt a lakosok részére, illetve bejáró diákok is kaptak, nem csak a nagydőrög lakosok, akik nagydőrög intézményben járnak, mindenki kapott 10 000 forintot, és kápibe kapta, nem utalványba, és elköltették. Bízom benne, hogy a szülők a gyerekekre költötték ezt a 10 000 forintot. Folyamatosan figyeltük az aktuális pályázatokat, és amit csak lehetett, meglovagoltunk. Tehát amire láttunk valami kis esélyt, hogy ez Nagydőlök településnek segít,
illetve valamilyen formába be tudjuk építeni, használt tudjuk venni, akkor minden egyes pályázatra adtunk be pályázatot. Szám szerint szerintem olyan több mint 30-at adtunk be pályázatot, abból 20 pár darab nyert is, úgyhogy én úgy érzem, azt majd a prezentációban mindjárt még meg is mutatom, hogy ennél többet nem igazán lehetett volna 5 év alatt egyáltalán pályázni se, meg megvalósítani se. Kicsit össze is foglalnám azt, hogy az 5 év alatt, amit kiírtam a szórólapon is, hogy közel 1 milliárd forintos fejlődést értünk el, ezek tényadatok, ez nem légbe kapott információk. Direkt csináltattam egy mérleget a könyvelőkkel a 14-ben választásom előtti állapotról, illetve a mostaniról. A mérleg főösszegünk 894 millió forinttal növekedett. Na most itt, ha levesszük belőle még az évenkénti 2%-os épület amortizációs értékeket, illetve az eszközgépeknek az amortizációját, tehát ott vagyunk az 1 milliárd forintnál. Úgyhogy ez nem kevés volt egy ekkora település fejlődésében, szerintem ritka és példaértékűnek gondolom. Akkor be is mutatnám én azért egy pár fotóval, hogy mik valósultak meg az 5 évben. Elsőként a szeméttelep rekultivációja. Most egy fotót tettünk csak föl, sajnos nem maradt olyan fotónk, hogy az alaphelyzetet lássuk. Ott durván 2-3 hektáron el volt terülve a szemét, mikor abban az időben megszűnt már ide a szemétszállítás, meg a kaposvárai hulladékgazdák kezdte szállítani a Nagyarokról. Ide már nem lehetett, nem volt engedélye szeméttelepnek hordani. Ott félben maradt. Ezt réges-rég kellett volna már rekultiválni, és ez nem történt meg a hosszú évek alatt. Azért írtam is ott a szórólapba, hogy 20-50 éves elmaradásokat pótoltunk, mert ez is közel 20 éves elmaradás volt. Ott logott a település fölött a Darius kardja, hogy bármikor kijön egy hatóság, ellenőrzést tart, mi vagy nem történt meg a rekultiváció, jól megbüntették volna az önkormányzatot, és adott esetben ez pontosan 150 millió forintba került ennek a rekultivációjának a telepnek. Tehát ki kellett volna fizetnünk a durván 50 milliós bírságot, illetve még 150 millióért meg kellett volna csinálni. Ezt is sikerült egy pályázati lehetőséggel megragadni, ezt önálló nélkül meg tudtuk valósítani, és kulturált körülmények vannak. Valamire is tettem ki fotót, amikor épp a kis traktor kaszált ki rajta, semmi szemét, hál' Istennek a környezetben sincs, nekünk csak annyi feladatunk van, hogy évente egyszer-kétszer levágjuk az előfeleletet rajta. De mondom, még egyszer, ez is egy 150 milliós beruházás, amihez nem kellett az önkormányzatnak hozzájárulni. Hát ez is egy mumus volt régóta, még nem voltam polgármester. A postától a piactérig ugye nem lehetett parkolni, sőt, még megállni tilos tábla is volt kint, hogy nagy meg tudjanak állni a nagygyőri lakosok azon a részen. Ott az árkot lefettük, szúzott kővel leterítettük, illetve tisztítóaknákat tettünk az árokba. Ezt teljesen önerősen csináltuk pályázat nélkül. Mindig az volt a probléma, hogy nem engedi meg a közút. Hát én körbejártam a közútnál ezt a kérdést. Azt mondták, hogyha nem szilárdan csatlakozunk az úthoz, ha például csak zuzott kővel, akkor semmi beleszólások megcsináljuk. Hát akkor megoldottuk zuzott kővel, és így szerintem megoldottuk a parkolást valamilyen szinten, mert így is van, mikor nem férnek a járművek. Orvosi rendelő felújítása. Itt ezt el kell mondanom, hogy ezt még az előző testület adta be a pályázatot. Tartaléklistán volt, mikor mi átvettük az irányítást. Próbáltunk lobby tevékenységet folytatni azért, hogy abba a tartalékból kerüljön be, tehát nem volt elutasítva, tartalékba volt. És sikeres lobby tevékenységnek következően megkaptuk. És akkor viszont nagyon rövid határidő volt rá, hogy ezt be is fejezzük. Mert mi vagy tartalékba volt, a határidőt tartani kellett, megkaptuk, de azt mondták, hogy most hamar csináljátok meg. Hát akkor azonosultunk olyan dolgokkal, hogy kiviteli tervdokumentáció nem volt. Meg volt az alap összeg, megnyertük a pályázatot, csak nem volt kiviteli tervek hozzá.
És akkor el kellett döntenünk azt, hogy nekiállunk kiviteli tervek nélkül, rögtönzünk, vagy hagyjuk veszni az összeget. És akkor azt mondtuk, hogy bevállaljuk, és utána volt is egy kis anomália ebben, mert ajtókat kellett igazgatni, meg cserélni, mikor volt az MVA az ellenőrzés, de annyiban megúsztuk a dolgot, és most akkor azt mondom, hogy durván 200-300 forintunkba került, és mégis 50 milliót be tudtunk építeni. Én úgy éreztem, hogy ez jó döntés volt, hogy bevállaltuk, és utána egy kis igazításra helyre tettük, azóta is jól működik, a funkciát ellátja, mozgáskorlát azok be tudnak jutni, klimatizált orvosi rendelők lettek, illetve akkor is volt már benne eszközbeszerzés is, amit még nem én bonyolítottam, mert ugye az a pályázat, amiben benn volt, hogy mi volt, de le lettek szállítva, és ott vannak az orvosoknál. Opel Vivaro kis busz beszerzése. Talán ez volt a második, mert ugye az első pályázat igazából a szeméttelep rekultiváció volt, ez volt a második pályázatunk, amit beadtunk. Mindig az volt a probléma, hogy itt volt az a nagy busz, és igazából csak buszsofőr vezethette, más nem ültetett rá, illetve az időseket is a napközi otthonba úgy hordta be, a nagy buszra teljesen gazdaságtalan volt a működése, és úgy gondoltuk, hogy nekünk szükségünk van egy kis buszra, beadtunk egy pályázatot, megnyertük. Azóta is ez a busz szállítja az időseket, illetve testvértelepülésre, amikor látogatunk, akkor ebben a buszra is el szoktuk menni, aki akart jönni, eljöhetett vele. Meg időseket, hogyha éppen kérték, külön idősek napjára valamelyik másik településen volt, akkor odaadtuk. Illetve volt, mikor az iskolák, a diákokat is segítettük vele, hogy valahova eljussanak. Tehát többféle funkciót betöltött, ezt bérbe nem adhattuk, hiszen a pályázati idő alatt bérbe nem adható. De ez most fog lejárni a pályázati idő, úgyhogy jövőre már esetleg bérbe is adhatjuk, de addig nem lehetett a pályázati idő fenntartás alatt. Görgei utca járda. A keleti oldaláról mintegy 300 méterre szakasz csináltunk úgy járdát, nagyon rossz állapotban volt, ezt is teljesen önerőből pályázat nélkül valósítottuk meg, rendbe tettük azt a szakadt, egyenes lett, könnyebben lehet tisztítani, illetve gyalogos is könnyebben tudnak rajta járni. Habár itt megjegyezném, hogy általában pont a Görgei utcán az aszfaltutat használják, de hát majd csak beszorulnak a gyalogosok a járdára. A lehetőség adott, meg jó a terület. Szintén Görgei utca, aszfaltozás. Hát ezt is tudjuk, elég régóta olyan állapotban volt már, hát szerintem körülbelül 20 éve már olyan volt, mint a vonatta mentünk volna, úgy zögykülődött a dilatációk miatt. Az aszfalt elkapott rajta, fölgyűrődött, és ebben probléma volt. Erre is adtunk be pályázatot, és sikerült megnyernünk, és azt hiszem egy ilyen 4 vagy 5 centis aszfalt réteg került rá, illetve be lett hálózva, hogy a dilatációk ne repedjenek meg. Ez volt az igazából az első aszfaltozásunk, amit meg tudtunk valósítani, de így visszagondolva, kb. 30 éve nem volt aszfaltozás nagy dologon, de akkor megtörtént az első. Itt volt egy kis probléma, mert később voltak repedezések a dilatációba, azt viszont a kivitelezővel garanciával újra húzottunk rá egy réteget, és ez így helyre jött. Azóta se repett meg. Napsugár vendégül előtt is az aszfaltozás. Tehát ott is nagyon jól tudja, aki itt járt nagy dorogi, hogy már folyamatos gödrök voltak, föl volt töredezve a beton, és a környékben volt egy cég, akik aszfaltoztak, sikerült megegyezni velük egy aránylag olcsó árba. Mivel itt voltak a gépeik, eszközeik, akkor könnyen meg tudunk egyezni velük, és átjöttek, és leaszfaltoztattuk. Most ott is egy kultúrált körülmény van, könnyebben el lehet fordulni, nem szakadnak széjjel az autók. Ugyanebben a céggel, ugyanabban az időpontban, pár nap differenciával leaszfaltoztuk a polgármesteri hivatalnak a parkolóját, illetve kialakítottuk azt a parkolót, aki jártához látja.
megoldottuk ilyen haszálkás bálásos módszerrel, keresztül kell rajta menni, könnyebb válni, kiállni, kifordulni, meg dupla mennyiségi jármű elfér, mindelőtte volt az a kis betonplac. Sőt, ezt még úgy oldottuk meg, hogy a csatornán lejövő vizet is alávittük, tehát alatta kifolyik, nem folyik semmiféle tetőről lejövő csapadék az aszfalton, nem fagy le. Azt hiszem, hogy ez is egy kultúrát, azt nem mondhatom, hogy 21. század, de 20. századnak megfelelő parkolót alakítottunk ki, és könnyebben, akik ügyet intéznek, könnyebben be tudnak állni. Később jött a Vasvári Pál utca aszfaltozása. Szintén volt egy pályázati lehetőség a BM-be, azt adtuk be, mert az is már kezdett repedezni, és gondoltam, előzzük meg a bajt, még olyan szintre jutna, mint a Görgei utca. Azt az utcát azért tettük be, hogy előzzük meg tényleg, és azok a repedések így hamar eltűntek. Meg akkor ebbe a szakaszba bele tudtuk tenni azt az egyirányú szakaszt is, ami a Görgei utcát összeköti a Barbétó mellett egész a Mosóig. Ebbe a projektbe az fért bele, az is kapott egy teljesen új aszfaltréteget. Ez volt a második aszfaltozásunk nagy dologon, már mind út, és akkor hozzá még a parkoló, illetve a napsugár előtt. Dudás közjárda felújítás. Itt is olyan nagy problémák voltak, már el voltak dőve, amik ott voltak régi lapok, el voltak törve a betonok, és ezt is teljesen önerőből, saját munkásokkal valósítottuk meg. Nem kevés munka volt, talicskázni kellett be a betont, mert semmilyen jármű nem fér oda be. Két végére leöntötték a betont, úgy tolták be talicskával, úgy egyengedték el. Még plusz egy köművest is tudtam nagy dologról, egy nyugdíjas befogni, aki segített az elsimításba, igazításba, de szerintem ebben megoldódott az a szakasznak is a gyalogos közlekedése, hiszen sokan járnak arra gyalog, illetve bicikli is, biciklivel is. Iskolakonya. Ott is eléggé leamortizált eszközök voltak, és arra is találtunk egy pályázatot, azt hiszem az is MVH-s volt, amiből az eszközöket fel tudtuk újítani. Illetve egy belső felújítást végrehajtottunk a konya épületén belülről. Kapott egy teljes felújítást, csempézést, festést, meszelést, illetve az eszközök lettek kicseréve, itt is a konyhásokat megkérdezve, melyik eszközökre, milyenre van szükségük, hogy tovább tudják rendesen végezni a munkájukat, és az alapján pályáztunk, azokat az eszközöket kapták meg, amit leírtak. Ez is egy ilyen 12 milliós beruházás volt. Ez éppen nem beruházás, csak a fotókban így jön sorba. Megalakítottuk az Értéktárbizottságot nagy dologon. Itt is meg kell jegyeznem, hogy utána is néztem, tehát nem falból beszélek. Az előző testület olyan döntést hozott, hogy nem kell nagy dologra értéktárbizottság. Mi úgy döntöttünk, hogy kell, és működik is azóta. Nagyon sok értéket felvettek már a bizottság tagja, illetve került a megyei értéktárba is, már amit a Nagy Dorog Értéktár Bizottságban összegyűjtöttek. Helyi értékeket, helyi nevezetéségeket fel vannak véve, működik, három tagja van, de ez is, hogyha követték a televízió adásait, ez rajta volt, benne volt. Működik. Jött egy következő projekt. A könyvtár mögötti sétáló utca, kerékpárút, minek nevezzük, kialakítása. Azt is, hogy nézegettem a térképet, hát ez a mi tereltünk, ott egy gazos, dzsumbujos, valamikor, ahogy az árkot pucolták, kitették a földet, ott volt még kupacba, úgy ment keresztül át egy csík. És én úgy gondoltam, hogy 63-as eléggé forgalmas, nehéz a gyerekeknek közlekedni, főleg a biciklivel vagy kisgyerekek közlekednek, iskolába menet. Ha ezt a szakaszt ki tudjuk váltani, akkor legalábbis az alsó részről, az alszegi részről, akik járnak, akkor használják ezt. Próbálunk itt kialakítani egy ilyen tényleg gépjárműmentes övezetet, ami szerintem jó sikerült kialakításra, és használják is az emberek. És
megoldottuk hozzá a világítást és aszfaltozást is. Szerintem teljesen jó funkciót tölt be, és tényleg napi szinten látom, hogy nagyon sokan használják megelégedéssel ezt az utat. Sőt, arra is nagyon figyelünk mindig, hogy mindig le van takarítva, le van mellette vágva a zöld terület, illetve hogyha levelek hullanak, össze van szedve, söpörve, hogy nehogy tényleg a gyerekek elessenek benne. Kossuth utca járda. Ez ugye tavalyi közmeghallgatásnál nagy problémát okozott. Meghallgattuk, és akkor megoldottuk, hogy felemeltük azt a járdaszakaszt magasabbra, mert víz alatt, mindig ráfolyt a víz, az volt a probléma, egy szintben volt a 63-assal. Ez mindig az volt, csak a legnagyobb probléma az volt, hogy az nem is a mi területünk, hanem a közúté. Azon a szakaszon nincs önkormányzati terület. A kerítéstől kerítésig közút, kerítésen belül pedig magánterület. Tehát az a járdaszakasz nem önkormányzati járdaszakasz, de sikerült megegyeznem a közúttal, hogy nem kell engedélyeztetnem, terveztetnem, hozzunk el egy réteget, ők eltekintenek fölötte az engedélyezésen, és így meg tudtuk oldani, hoztunk rá egy ilyen 10 centi magasságot. Ebben is ért kritika bőven, hogy miért nincs szegélye, miért nincs ez, miért nincs az, milyen a széle, milyen a sarka. Én úgy gondoltam, hogy egyenesen elhozzuk, ha teszek szegélyt, leszükítem vele a járdát. Még keskenyebb lesz. Elég sok gyalogos forgalom van arra, inkább úgy döntöttünk, hogy így csalló mellett megy el, és így lett oda húzva a 10 centi réteg, de azóta nem kell a vízben gyalogolni senkinek. Alsó óvoda felújítása. Ez két részletben történt. Egyszer felújítottuk a belsejét, teljes festés, mázolás, fűtés, korszerűsítése igazából csak teljes belső felújítást kapott. Majd az idei év tavaszán, ha jól emlékszem, már pontosan a dátumokat nem is tudom, hál' Istennek annyi projekt futott egyszerre, akkor egy külső felújítást is kapott. A belső felújítást az pályázati erőből oldottuk, meg a külsőt az pedig önerőből. Az északi homlokzat, az északi fal az nagyon rossz állapotban volt, aki emlékszik rá, az láthatta, le volt omolva a vakolat, nagyon sok helyen az teljesen vissza lett vakolva, le lett színezve, kívülről kapott egy teljes felújítást, még a kerítés is, meg a kerítés mezők is. Egy teljes felújítás. Véghez vittünk a külsőt önerőből és helyi vállalkozóval oldottuk meg. Sikerült létrehoznunk egy mini bölcsödét. Ugye itt is volt, többen megkerestek már, hogy miért nem csinálunk bölcsödét, miért nem csinálunk bölcsödét, van rá szükség. És hát gondoltuk, hogy önerőből nehéz lesz, még nem kormány írt ki egy pályázatot mini bölcsödék lehetőségére, hogy aki kíván, mini bölcsödét pályázhat rá. Nyilván ezt megvizsgálták, hogy hány olyan kiskorú gyermek van a településen, ennek alapfeltétele volt az. Nálunk, hál' Istennek, meg volt az a létszám, így tudtunk rá pályázni, és pályázati önerőből meg tudtuk valósítani ezt a bölcsödét, ami most már több mint egy éve működik, mert tavaly szeptember 1-én elindult, és teljesen úgymond fullon van, mindig megvan a 8 fő létszámmal, működik, és teljesen kulturált körülmények között, ugye felső vadalban tudtuk ezt kialakítani, a teljesen az igények megfelelően, a szabályoknak megfelelően kialakított mosdóval, mellékhelységgel, illetve meg kültéri része is, ahol a játszótér is van a bölcsödéseknek. Ezt el van különítve az óvodától, csak a bölcsiseknek van. Egészségház felújítása. Hát ez is egy topos pályázatban sikerült pályáznunk rá. Önerő nélkül indult a dolog, hát sajnos a végén kellett egy kicsit hozzátenni. Ez nem rajtunk függött az indulás időpontja, hiszen majd 2 évig bírálták a pályázatokat, és az árai alatt már köszönöm viszonyban nem volt a mai árakkal. Így egy kicsit
azt hiszem 4-5 milliót kellett hozzátenni az önkormányzatnak, hogy megvalósuljon, de el kellett döntenünk, hogy lecsökkentjük a műszaki tartalmat, és abban az összegben, amit meg tudunk valósítani, vagy vállalunk hozzá önerőt, és akkor az alapfeltételekkel meg tudjuk valósítani. És az mellett döntött a testület, mikor ezt felvázoltam, hogy igen, tegyünk hozzá önerőt, és abban az állapotban, hogy meg volt tervezve, ahogy volt a pályázatban, úgy valósuljon meg. Így akkor az eredeti forma meg tudtuk valósítani. Napelem van rajta, a teljes kultúrát, körményeket, úgy plusz szigetelést kapott, mozgáskorlátozott bejárót kapott, mozgáskorlátozott mosdók kerültek kialakításra, hiszen ez viszont feltétele is volt már, hogy az egészséghez működni tudjon. Ez is úgy volt, hogy jöttek folyamatosan ellenőrizni, folyamatosan fönn volt hibalistán. De visszanéztem, 10 év ezelőtt is hibalistán volt, csak senki nem valósította meg, most sikerült megvalósítani. Szereztünk be egy kis tárútót. Ugye volt a 40 éves heres traktorja az önkormányzatnak, abban próbáltunk megoldani minden szállítást, mindent ide-oda vinni. De hát az már sajnos annyi baja volt neki, hogy ezt a napi folyamatos használatot már nem bírta. Egy helyi falubeli lakos tett rá egy árajatot, eladtuk neki. Azóta is ő dolgozik vele, feljavították, megcsinálták. Azt nyilván nem a napi használatban azt még bírja, de itt már kevés volt ehhez a munkákhoz, meg ehhez a levélhordáshoz, betonszállításhoz. És akkor szereztünk be egy kis terútót, amivel szintén gyorsabban, gördülkényebben meg tudjuk oldani a levélhordást, meg bárminek a szállítását. Szintén egy topos pályázatunk volt, a csapadékvíz elvizetés egy része, nagy dologon, a csapadékvíz elvizetési problémáknak a megoldása, illetve belvíz problémáknak. A Vermeshegy, és így mondom, hogy Vermes meg így ismeri mindenki, hogy most Vécsei utca Gáborára, vagy miről beszélünk. A Vermeshegynél voltak problémák, onnan jeleztek egy-két lakó, hogy azon a Keskei úton mellette nincs árok, és mikor nagyobb eső van, akkor befolyik a kertekbe, az udvarokba, lemossa az egész veteményt, megáll a víz a kertjükben, nem tudnak dolgozni az udvarba. Onnan jött a probléma, illetve a vasút túlsó oldalán, a Szombat-Janiék fele, ott volt is, amikor homokzsákoznunk kellett, mert annyira megállt a víz, hogy annyira felment oda a házig, hogy veszélyeztette már az ingatlanjukat. És találtunk egy topos pályázatot, amiben ebbe volt lehetőségünk, és ezt így meg tudtuk oldani, hogy bápás utat alakítottunk ki a Vermeshegy adott szakaszain, ami megvezeti a vizet, kipucoltuk végig az árkot, illetve be lett szintezve a vasúttal szembe az az árok. Igazából az volt vele probléma, hogy valamikor túllásták a déli oldalát, és ezért nem folyott ki onnan a víz. És újra kellett szintézni az egészet, belettek szintve téve a kapubejárók, a gyűrűk szintre lettek téve, és azóta kifújik a víz érdekes módon. És kint a Lőrinci út mellett, aki arra lakik, ott is az északi oldalon ki lett pucolva, szintézve az árok végig, ott is új hátereszek készültek, illetve új kapubejárók is végig, és kivezettük ezt az árkat egészen a Szigetpuszta vonaláig lévő bírósarki árokba csatlakozik, és odáig vezettük ki a vizet. De most azon a környéken megoldódott, hál' Istennek nincsen vizes probléma. Volt egy kis felvetésem, azt a talán két hete javítottak rajta. A Bálnéknál sarkon, ahol volt az a vízfogadó rész, ahol az útról lefolyott a víz, ott volt egy akna, ilyen sárfogónak, meg vízfogónak, és egy 40-es áteresze vitte tovább ki az áfész fele a vizet. És nagyobb esőn, és sajnos annyira hirtelen megtelett, hogy átcsapott rajta, mivel összegyűjtötte most az utcákból a vizet, és egyelőre megpróbáltuk úgy, hogy emeltek rá durván egy másfél métert arra a kalickára, ami nem engedi ki átcsapni a vizet rajta. Most azóta nagyobb eső nem volt, nem tudtam lekövetni még, de meg fogom nézni, hogy ez most sikeres-e, vagy esetleg még mindig egy nagyobb átterezt kell betenni, hogy elvigye a vizet, de én úgy érzem, hogy ebben sikerült megoldani ezt a résznek a problémáját. Rabatoló felújítása, amiről el is kezdtem beszélni, hogy tudtunk esetleg
először hozzáállni, amit mondtam, hogy először tulajdonunkba kellett szerezni. Aki emlékszik rá, hogy milyen állapotban volt a ravatalozó, tódoztuk, fódoztuk, mindig leázott a tető, ugye vízszintes teteje volt neki még a régi világból, ugye 30 éve, 40 éve ezelőtt ilyen épületek épültek, főleg ilyen közintézményekre, és nem tudtuk megóvni egyszerűen az állagát megóvni az épületnek. Ugye ez önkormányzati tulajdonú, nem az egyházi. Bocsánat, úgy került a tulajdonunkba, mert nem is a milyenké volt, hanem valamikor a tanács ezt megépítette, de amit mondtam, nem rendezték ennek a sorsát, de sikerült elintézni, el is tudtunk beadni egy pályázatot, és mint a képen is látszik, vagy akik kim voltak már azóta a temetőben láthatták, szerintem egy nagyon modern és egy nagyon ravatalóhoz méltóan szép épületet tudtunk oda varázsolni mindenki megjegyzésére. Éppen nem kronológiai sorrend van. Urnafal, ugye ezt is többen megkerestek a településről, már régebben is, nem csak most, hogy miért nincsen urnás temetés a református községi temetőben, mert ugye úgy tudjuk mindig, hogy ez a községi temető, de református egyház tulajdonában van. Ugye nekünk köztemetésre kötelező volt kijelölnünk egy helyet, amit az egyházzal meg is állapodtunk, és az északi sarokban ott volt fönn kijelölve egy köztemető rész, esetleg valaki köztemetésre szorul, nincs hozzátartozója, vagy nem vállalják fel, nyilván ezt a önkormányzatnak meg kell tenni. Oda volt kijelölve az helyünk, és ott is még az volt a felállás, hogy csak földbe lehet még az urnát is eltemetni. Na most ugye ez többszöri egyeztetésen végfolyva az egyházzal, ezt a javaslatot tettem a testület felé, hogy olyan formában tudja támogatni az önkormányzatot, hogy csinálunk egy urnafalat, hogyha hozzájárul a református egyház is, hogyha az urnafal alsó sorába kijelöljük a köztemető részt, hiszen nekünk kötelező kijelölni köztemető részt, az alsó sorba, ha ezt a lehetőséget megkapjuk, akkor megépíti az önkormányzat a falunak, a református egyháznak ezt az urnafalat. És mint látod, megvalósult, még használatban nem került, de már lemódosítjuk a szerződést az egyházzal, innentől kezdve ott lesz a köztemetés, a fölötte lévő sorokba, meg aki oda akar temetkezni, oda tud temetkezni, illetve ennek befolyt, használt mindent az egyház fogja megkapni, az önkormányzat átadta teljesen az egyháznak. Paksi úti közvilágítás. Amit írtam a szórólapon, hogy 20 és 50 éves, itt az 50 évre gondoltam pont ennél a közvilágításnál, mert kb. Annyira van nagy dorogon közvilágítás, és ott sose volt. Ott a Paksi úton azon a szakon sose volt, igaz, belterületi rész, de ott sose volt. Még tanácsidőben is a tanácselnökök is megígérték, utána, amikor polgármesterek voltak, azok is megígérték, mindenki megígérte, hogy lesz ott egy világítás. Én nem ígértem 5 év ezelőtt, de megvalósítottam. És szerintem megint mindenki megelégedésére, hiszen ott a éjjel valaki elmegy, nappali fény van. Új, modern ledes lámpák lettek felszerelve, és egy tényleg megszűnt az a balesetveszélyes szakasz. Gyalogosok, biciklisek járnak ki a Paksi útba. El kell arra menni, aki még nem járt este, nézze meg. Még az autólámpát is lehetne kapcsolni, akkor is lehet látni, és lehet közlekedni. Az előbb beszéltünk a kerékpárútról, mellette van ez a kültéri edzőpark. Ez is egy pályázati formában tudtuk megvalósítani. Hát erre is majdnem 2 évet vártunk, mire elbírálták meg, megkaptuk ezt a lehetőséget. Igaz, hogy 2 kültéri parkra adtunk be pályázatot, szerettünk volna egyet a Barbétóhoz is tenni, meg ide tettünk a könyvtár mögé hátra. Én úgy gondoltam, ide mindenképpen kell, hiszen itt van a játszótér, illetve majd később rátérek a tervekben, hogy mit kívánunk, vagy mit szeretnék oda megvalósítani ide hátra. De ezt is úgy láttam, hogy tényleg használják a fiatalok, szeretnek oda járni. Azóta, mióta bekameráztuk, mert oda is tettünk kamerát,
azóta már szemét sincsen, előtte sajnos szeméttetele volt, meg nem voltak igazán kulturált körülmények, meg sajnos a játszóteret is leszokták rombolni erős emberek éjszakánként, de bővítették a kamerarendszerünket, oda is tettünk egyik kamera rálát erre az építményre, a másik kamera pedig a játszótérre. Most azóta kicsit gondozottabb, rendezettebb a környezet. Muszáj volt kamerázni, mert nem tudjuk megvédeni másképp. Itt mellettünk a klubhelyiség felújítása fel van téve. Ez a modern falu programos pályázatból tudtuk felújítani, és illetve ezek a székek is, amint most önök ülnek, ebbe a pályázati formába került beszerzésre, mert talán 15-20 szék volt már itt a klubhelyiségben, illetve azok a rossz műanyag székek. 100 székre adtunk be pályázatot, amit megnyertünk, illetve sörasztalokra, sörpadokra, rendezvényekkel, 10 garnitúrára, de azokból is a komolyabbik fajták, tehát darabja 65 ezer forint, erős, stabilak, nem ezek a Tesco-s 11-2 ezer forintos asztalok, meg amire nem lehet rátenni semmit, meg elhajlik, meg a padra nem lehet ráülni. Erre bármilyen testes ember is nyugodtan rájöhet a padokra, illetve az asztalokra is stabilak. Azokat is beszereztük, illetve felújítottuk teljesen belőle a klubhelységet, mint látható, új fűkönyök kerültek, teljesen át lett festve, meszelve, világítás korszerűsítve lett, mert kevés volt itt, illetve ez mellé még volt két program is, ami nemrég zajlott le, a Pap Lajos szívsebész professzor úrnak a programja, ami volt, illetve múltkor volt egy író-orvosó találkozó, amit ezekből a projektből finanszíroztunk. Idősek és az ellátás. Láttam, jelzések is érkeztek róla, hogy az ebéd kihordás milyen nehezen történik meg már. Nagyon sok embernek viszik ki az ebédet rászorulóknak dél alatt, és akkor biciklikkel tolták az ebédet. Nagyon nehezen jutottak hozzá már, mint időben, nem úgy nehezen, bocsánat, tehát időben későn kapták meg. Illetve, és ezért gondoltunk arra, hogy könnyítsük meg a szállítását. Vásároltunk egy ilyen, igaz, használt kis Opel Corsa kis terautót. Helyben ezt is nagy darogítól vettük meg, és átadtuk működésre az idősek otthonához. Nyilván mi szervizeljük, mi tankoljuk, vezetni nem mi vezetjük. Az ott lévő személyek, ők viszik a járművet. Ők hordják, az a lényeg, hogy legyen B-kategóriás jogosítványok, és vihetik. Tehát a szervizelés is a milyenké, tankolás a milyenké. Ezt azért adtuk oda, hogy segítsük az ebéd kiszállítását, illetve az ő munkáikat könnyítettük abba, hogy nem biciklivel kell kivinni az ebédet dél alatt. Azért mondom, nem időrendi sorrendben van, hogy éppen sikerültek a fotók. Trianoni emlékhelyet alakítottunk ki. Ennek a fő ötlete, ez biztos, hogy alpolgármester úr és az enyémé volt, Balag Attilái, hogy ilyen emlékmű még nem volt nagy dologon. És úgy gondoltam abban az időben felavatásra is, egy nagyon elfogadott nagydorogi polgárt kértünk meg rá felavatásra, dr. Regés György avatta fel ezt a térmű emlékművet. Én úgy éreztem, hogy erre szükség van. Akinek nem fáj Trianon, az nem magyar ilyen elven. Az előbb már említettem a térfigyelő kamerarendszert, amit bővítettünk, de azért az alapötlet az előtte már 2 éve megvalósult, hogy az egész települést nyilván nem centire, de az adott pontokat, gócokat bekameráztuk. Minden olyan rész, ahol be lehet jutni a faluba, vagy ki lehet jutni, azok az utaknál van, és adott csomópontokban is van, meg kúrens helyeken tettünk kamerát. Ezt működtetni mi működtetjük, de figyelés az a rendőrségre van átadva.
Tehát a rendőrség látja, ő tudja visszanézni a felvételeket, hiszen itt adatvédelmi szabályokat be kell tartani, önkormányzat nem nézheti. Ha lenne közterületfelügyeletünk, akkor az még nézhetné, de mivel, hogy nincs közterületfelügyeletünk, így a rendőrségre adtuk át. Ennek a karbantartása, a fenntartása, javítási költségei teljesen az önkormányzat finanszírozza, az rendőrség csak használja. És úgy tudom, hogy nagyon sok elkövető bűncselekményt, okozóját már megtaláltak a kamerarendszerre, mindenképpen hasznos a településnek. És amennyiben lehetőség rá, akkor szeretnénk még bővíteni, akár önerőből, akár a pályázati forrásból, akár a iskolák, óvodák elé is meg tennénk külön, hogy ki megy be, ki jön ki. Hallottunk ilyen mennemondát, vagy esetleg gyerekeket leszólítottak, elvittek, hogy akkor ezt le tudjuk követni. Mindenképpen azon leszünk, hogy ezt bővítsük. Tegyünk az óvodák bejárataihoz is, iskolák bejárataihoz is. És akkor bízok benne, hogy ilyen esetleg nem fordulhat elő nagy dologon, hogyha kamerarendszer van, figyelni fognak. Most is általában a törés, zuzás, rombolás olyan részen történik, ahol nincs kamera. Az elején említettem, de itt az egy fotó is van hozzá, a civil szervezetek támogatása. Oda van írva, hogy nem csak pénzben. Mert én is, képviselő testület adott tagjai is, az ő munkájukkal, a társadalmi munkájukkal segítik az egyesületek munkáját. Most nyilván a foci csapat van fönn, mert kicsit szívügyünk lett, ugyanis előtte 6 évig nem volt már futballcsapat nagy dologon, sikerült összeszedni újra egy csapatot, és én úgy érzem, hogy a futball szerető, nyilván ez megoszta a falu lakosságát, de a futball szerető embereknek ez egy jó dolog, hogy újra van egy futballcsapat a nagy dolognak, hétvégén ki tudnak menni, ez egy program, ez egy szórakozás, és illetve fiataloknak is egy sportolási tevékenység, jól érzik, jól szórakoznak, van, hát most nem tudom pontosan, de azt hiszem 31 egyesületi tagja is van, akik fociznak. Ki így, ki úgy, ki tud jönni, ki nem tud jönni, ugye nem profi csapatról van szó, de általában sikerült kiállni, az idejében is nagyon szép eredményeket értek el. Bízunk benne, hogy megint ott az első 4-5 között fognak szerepülni, illetve legalább a középmezőnybe és lejjebb nem kerülnek. Örülök neki nagyon, hogy vannak. Kis traktor beszerzése. Ezt feltétlenül ki akartam tenni ezt a fotót, ugye ez nemrég került a tulajdonunkba. Ezt is már több évvel próbáltunk pályázni rá, ugyanis egyrészt jó, egyrészt nem jó. Közmunkásból egyre kevesebb van, illetve a hadonfokrató emberből, hogy karbantartsuk a településünket. Nagyon sok a zöld felületünk, nem győzzük levágni. Egyszerűen nem győzzük levágni. Próbálok behívni közmunkást, amikor mondom, hogy kaszálni kell, inkább nem jön bedolgozni. Nem egy egyszerű munka, ez biztos, fizikailag elég megterhelő, de inkább nem jönnek bedolgozni. Az ingatlanok előtt tisztelet a kivételnek, nem sokan vágják le a saját ingatlanik előtt, és sok a zöld felületünk, végig kell érni valahogy. Na most erre próbáltunk kitalálni ezt a traktoros megoldást, amihez egy rézsikaszát is beszereztünk, hogy az árkokat is tudja vágni, illetve van egy frontkaszája, szárazozója, amivel az egyenes területeket tudjuk vágni. Mellette van még hozzá egy pótkocsi, egy kis pótkocsi, hogy majd ugyanúgy a szállításban részt tud venni, ha éppen nem kell kaszálni neki. Illetve a térre is a hótolás terve kívánjuk megoldani, mert van hozzá egy hóáke is. Ezt komplet így egybe pályáztok meg. Ez bruttóban 20 milliós történet volt. Sikerült egy jó embert ide csábítani rá, akit rátettem ültetni erre a traktorra, és én állítom ezt most párki előtt, hogy legalább 10 embernek a munkáját elvégzi a kis traktor. És így utolértő magunkat tudjuk rendszeresen karba tartani az zöld felületeket. Nincs olyan, hogy most valahol, mit tudom én, 10-15 centinél nagyobb fű vagy gaz legyen a területen, mert odaérünk és le tudjuk vágni.
a pár emberre, aki benn van közmunkás, ahol nem fér oda a kisgép, azt meg ugye kézzel levágják. Nagy segítség a részünkre. Egy újabb pályázat, ugye beszéltem itt az eszközbeszerzésekről, fogorvosi, most a fogorvosi, előtte a házi orvosi eszközökről. Itt is sikerült két pályázatot is nyernünk. Egyikből egyszer megcsináltuk a fogorvosnál a digitalizálást a fogröntgennek, az egy komoly beruházás volt. Alapból a röntgengépünk tudta, csak át kellett alakítani, számítás technikailag, illetve egy-két dolgot hozzá kellett még tenni. Tehát az alap röntgen tudta ezt, csak ezt össze kellett kötni az elektronikus technikával, tehát működik. Több olyan eszköz, mint tudom, orál kamera, nem tudnám pontosan elsorolni, mert a doktor úr tudja, hogy miket ért elő, hogy mit szeretett volna, beszerzésre kerültek. Most egy újabb pályázatba, a Magyar Falu programba, pedig a bútorzatra adtunk be pályázatot, amit meg is nyertünk, már a szerződés is meg van kötve, tehát a bútorzat lesz kicserélve a rendelőbe, azok a régi beépített szekrények, ez egy modern új bútorzat készül. Illetve az egyes számú házi orvosi körzetbe, amit most sajnos helyettesítése van ellátva, oda is hiányzott egy kis eszköz, ami pályázati formában megnyertük, a beszerzése folyamatban van. És az is akkor teljes komplet lesz a rendelő is. A másik szívem csücske a piaccsarnok. 5 évvel ezelőtt is azt mondtam, hogy én szeretném azt a piacot áthelyezni, egy kultúrát körülmények közé tenni. Hát most sikerült csak megvalósítani. Bocsánat, a finishben vagyunk, még nem kész. De nem sok híja van, maximum 2 hét, és teljesen készen van. Hát ez egy nagyon komoly beruházás volt. Azért volt szükség, aki látta szombatonként, hogy mi van ott a piac téren, ami csak közterület használat, mert Nagydorognak nincsen hivatalosan piactere. Mindenki annak mondja, de az nem piactér. Abban az időben, hogy kikerültek egy-két asztal, oda lett téve, de az nem piac. Közterület. És közterület használat van. Ez egy konkrét piac csarnok, ami piaci renden fog működni, rendes hivatalosan. Itt ugyanúgy megvannak hozzá, vagy meg lesznek a melléképületek, 2 üzletfixre, illetve egy csarnok rész, ami piacnapi napokon lesz nyitva, amelyiknek az oldala nyitható, több fakban is, attól függ, milyen időjárás van. Ha meleg van, fölnyitják az oldalát, ha hideg van, lecsukják az oldalát, de átlátos üvegfelületek vannak, tehát nem sötét az épület, persze természetesen van benne világítás is, csak az időjárás nem fogja befolyásolni a piaci árusokat, illetve akik mennek vásárolni, azokat se. Én előtte lesz egy nagy parkoló, tehát ugyanúgy a központi részen növeljük a parkoló számot, mert az folyamatosan nyitva lesz. Nagy parkoló lesz az egész eleje, azért épült hátrább az épület, hogy parkolóval kezdtünk. De mondom, egy pár nap, maximum 2 hét is készen van, elméletileg 9-én kezdjük a műszaki átvételt, úgyhogy ahhoz képest meg még van egy 10-11-2 napja a kivitelezőnek, hogy befejezze. Tartani kell a határidőt, mert ha nem végez addigra, akkor kötbér van. Mert ez topos pályázat volt, indikátoros, itt kötelező szigorúan betartani a határidőket, hogy melyik munkafolyamnak mikorra kell készen lennie. Kicsit rátérnék most már a jövő elképzeléseire. Eddig voltak, amit az 5 év alatt megvalósultak, de a teljesség igénye nélkül volt az is. Ami nagy álmunk, illetve nagy tervünk, hogy egy közösségi házat létesítsünk Nagydorogon. Ez a látványterve neki, de az alaptervek készen vannak. Ezt pályázati formában meg is nyertük, és ezt a projektet abban az időben 750 milliós beruházásra beletárazva.
tervezői költségbeslés alapján. Ezt be is nyújtottuk a Paks 2 projekt külső beruházásaihoz kapcsolódó fejlesztésekhez, amit be is azonosítottak, be is fogadtak. Majd kb. 2 hónapja megkeresték, hogy még mindig fenntartjuk-e az igényünket. Mondtam, igen, de most már szeretném 1 milliárdra felemelni ezt az összeget, hiszen mikor ezt is terveztük, és illetve beköltségeltük, az már 2 éve volt, azóta a bérek, az építőanyagárak úgy elmentek, hogy most már 1 milliárdra van szükség, hogy ezt megvalósítsuk. Ebben lenne egy nagy 200 főt befogadó nagy terem, ami lakodalmak céljára, nagy rendezvények céljára használható, mobil színpaddal, illetve a nagy terem még 2 részbe fakba osztható, hogy a nagy teremből 3 terem alakítható ki, mobil téllel választással. Tehát akár egyszerre 3 különböző rendezvény is lehet. Lenne egy nagy aula része, ahol oda tervezzük, hogy oda kerül át a házasságkötő, terem. Nem terem lenne, hanem csak egy aula, ahol meg lehetne tartani házasságkötéseket. Mellette lenne egy ilyen kis konferenciaterem, hogy bármilyen kisebb, ilyen 40-50 fős rendezvényeket ott meg lehetne tartani. Oda átkerülne a könyvtár, az is megszűnne ott létező, hogy most van. Illetve lenne egy teljesen felszerelt konyha, teljes felszerelt, mellette egy büfé, és a fiataloknak szerintem nagy megjegyzésével be van tervezve egy 2 soros automata bowling pálya is. Egy teraszrész nyillana hátrafele erre a déli oldalra, tehát az oda van tervezve az iskolára lévő futballpálya feléig. Györkény útfele nézne, Györkény útfele lebontanánk körbekerítést, arra lenne előtte a parkoló része, ugyanúgy arra lenne nyitva. Az, amiről beszélek, teraszrész, ami a büféhez van terasz, az a déli irányban nézne a pálya maradék felére, a félpályára, és kültéri rendezvényeket, koncerteket arról lehetne tartani, a teraszról nem kellene külön még színpadot építeni. Tehát egy kültéri koncert hátrafele szólna, a beltéri meg bel lenne. És úgy gondoltam, hogy tényleg ez egy olyan kultúrát körülményt tudna biztosítani, nem csak a nagydorgiaknak, szerintem a környező települések lakosainak, a jól meggondolom, még Pakson sincs ekkora terem. Talán ott is a nagyobb rendezvények az Erzsébet szállóba tartják, de még ott se félre 200 ember így leütetve. Visszalapozok, mert akkor azért van több látványkép is rajta, ilyen nézetből, olyan nézetből. Most a következő tervekről beszélgetnék még, az elképzelésekről. Amely is utca aszfaltozása. El is adtunk be egy pályázatot a Magyar Falu programba. Tudjuk, hogy milyen gond van a Damjas utcán. A TS-től kifele a Paksi útig szűk. Ott csak 3 méter széles, 2 autó egymás mellett nem fér el. Le kell menni, kigödrözik, ha bár most már teleszórtuk kővel, próbáltuk azot a gödröket eltüntetni, de hát kiverik az autók. Meg kellene szélesíteni azt a szakaszt, arra egy aszfaltréteget húzni, illetve az egész utcát újra kellene aszfaltozni, mert azon is sok a repedés, törés, kátyú, amit javítgatunk, de folyamatosan probléma van vele. Nagy a forgalom azon az úton is. Na, sikerült beadnunk egy pályázatot, de ami be volt limitálva, hogy 15 millióig. Dilemmáztunk rajta, hogy hogy adjuk be, mert az egészen nem elég. Ugyanis ezt beadtuk már mi egy 60 milliós igénnyel, ugyanúgy a Paks 2 projekthez, de mi, ahogy az most húzódott, meg volt az a lehetőség, akkor próbáljuk meg. Azt a döntést hoztuk, hogy amíg a 15 millió elég, azt adjuk be pályázatnak. És mivel hogy a szélesítési szakaszra nem elég, akkor 900 métert beadtunk a Györkönyi úttól befele. Ez körülbelül a Csikó Zsoltiékig, addig van 900 méter, arra elég. Ezt meg is nyertük, ezt a pályázatot. Tehát azért tudom most mondani, ezt a napokban kaptuk meg, írásban még nem, de jelezték, hogy sikerült, megnyertük ezt a pályázatot, és
valószínű, hogy ezt az időn nem fogjuk elkezdeni, mert nem lesz a kapacitás, de hogyha lesz, akkor azt már tavasszal meg lehet valósítani. Illetve mivel lesz. Kiszélesítjük, meg lesz az 5 méter arra is, minden erre, és az egész kap egy új aszfalt réteget. És ezt úgy gondoltam, hogy önerőben meg tudjuk valósítani, és akkor megint egy nagyon nagy szakasz rendbe tudtunk tenni, és aszfaltoztunk újra a nagy darabon. És akkor következő 20-30 évvel nem lesz vele probléma. Jövőhöz. Erre született döntés testületi ülésen, hogy csatlakozunk a Proteus projekthez, magyarra fordítva elektromos mobilitás, ami Pakson indult, ez a projekt, egy Európai Uniós kezdeményezés, hogy Nagydarogon épülnek elektromos töltőállomások, illetve elektromos buszok fognak kibe járni Nagydarog és Paks között, illetve napelemparkot is valósítanánk meg. Erről a döntés megszületett testületülésen, kihívtam az igazgatóját testületülésen, felvázolta, aki nézte a tévében, láthatta is, felvázolta, hogy miről szól ez a projekt, amire úgymond mi kezet nyújtottunk, szerződést kötöttünk, azóta már megtörténtek a felmérések, az összes önkormányzat épület energiafogyasztását, áramfogyasztását felmérték, felmérték a tetőnagyságokat, hogy melyikre mennyi napelemet lehet építeni, illetve a régi futballpálya, ami régen nem volt, a mostani mögötti részt, azt ajánlottuk fel egy napelemparknak, azt is megnéztek, és azt mondták, hogy meg is lehet valósítani. Tehát folyamatban lévő ügy van, bízunk benne, hogy ez is meg tud valósulni. Mondom, a felmérések is megvannak már, tehát elindult ez a projekt, és Nagydarog csatlakozott hozzá. Tehát innentől kezdve ez megvalósul, sokkal kedvezőbb feltételek lesznek, illetve nem kerülnek ennyibe, nem lesz ennyi áramszámlánk, sokkal olcsóbban fent tudjuk tartani az intézményeinket. Aztán majd későbbiekben, hogy lakosság is csatlakozhat-e hozzá, voltak ilyen tervek is, erről egyelőre még nem szól a fáma, de vannak ilyen elképzelések is, hogy esetleg aki meg tudja engedni magának, tesz fő napelemet, és a túltermelését beveszi ez a rendszer. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez is meg tud valósulni a jövőre nézve. Hát akkor még egy kicsit a tervekről. A Bemutcai, vagy a Bemutcát is leszerettük volna aszfaltozni. Be is adtunk rá egy pályázatot, azt a BM-be. Na most sajnos az a pályázatunk tartalékba került, tehát nincs elutasítva, tartalékba került. Bízunk benne, hogy előveszik még azt. Amúgy a pályázatunk megfelelt minden kritériumnak, nem lett elutasítva, csak első körben nem kaptuk meg az összeget. Mind ahogy abban az időben mondtam, hogy az orvosi rendelőnél tartalékba került, utána sikerült elővenni. Még ezt nem írtuk le, de akkor a Bemutcát is végig fogjuk tudni aszfaltozni. Ott is kicsit emelni kell a szinten, oda van elég az az utca is. Távlati terveim között szerepelne, illetve képviselőkkel tárgyaltunk is róla, hogy összekötni valamilyen formába a Damjanics utca végét a Rákóczi utcával, járdával. Ugye most a világítást már megoldottuk a Paksi úton, hogy megpróbálnak oda egy járdát végig hozni. Itt is vannak problémák, mert a Barbétóban nincsen gond, mert az az önkormányzaté. Viszont a Görgei utca végétől föl a Paksi útig megint nincsen önkormányzati terület, megint a közúté. A közúttal kellett ugye megegyezni azokra a világításokra is. Már beszéltem velük róla, a közúttal nem zárkoztak el tőle, próbálunk egyeztetni, hogy hogyan tudnak kivitelezni, melyik oldalt volna célszerű, én az innencső oldalán szeretném. Tehát az északi oldalán az útnak, ami a Fülyes felé oldalon a világítás is van, hogy alá tennénk a járdát, összekötnénk végig a Rákóczi útig.
Azt kell kitalálni, milyen magasra tegyük azt a járdát, ne verődjön rá ugyanúgy az autóra víz, ami nehéz lesz, mert közvetlenül az út mellett van, nem tudjuk arra tenni, csak az út mellé a járdát. Nem mondom, az egyeztetések folynak róla, ez egy nagy tervünk lenne. Barbétóval is kellene kezdenünk valamit. Vágjuk, zöld felület van, karba tartjuk. Lett egy ilyen ötlete, meg illetve beszélgettünk róla, hogy esetleg ott egy kis parkosítást hajtanánk végre, meg lett egy ötlet arról, hogy esetleg egy mini golfpályát alakítanánk ki. Ez megint egy fiataloknak egy szórakozási lehetőség volna. Ahhoz nem kell nagyon nagy terület, és ott simán elférne, aki már mini golfozott, vagy látta, egy akkora területen egy tökéletesen szép pályát lehetne kialakítani. De ez a jövő titka, még ez csak ilyen elképzelés. Az előbb, ahol mutattam a kültéri edzőparkot, meg mellette ezt a sétáló utcát, kerékpárutat, ugye mellette van egy tó. Kovács Pál tanár bácsinak a tava volt az, amit még Dobri István polgármester vásárolt meg tőle az önkormányzat részére. Hát valamilyen szinten kipucoltuk meg, rendbe tettük, de hát ez egy komolyabb beruházást igényel, hogy csináljunk benne egy rendes tavat. Kétszer adtunk már benne a pályázatot. Mind a kétszer elbukott. De csak azért bukott el, mert mindig találtunk fontosabbat, mert fel kellett állítani egy sorrendet, hogy hányadik helyre tesszük ezt a beruházásunkat. És én mindig találtam fontosabbat, hátrább került a tó. De most úgy érzem, elértünk olyan szintre, hogy végigértünk az önkormányzati épületeken, egészségházon, orvosi intézményeken, hogy most egy következő pályázatban első helyre szeretném betenni, és kialakítanánk azt a tavat, kipucolnánk, van hozzá árajánlatunk is, tehát úgy adtuk be pályázatra, kiköveznénk a szélét, körbe egy kis sétáló részt padokkal, illetve gondoltam, hogy mindenképpen tennék bele egy pici kis szökőkutat, hogy egy látványos elem legyen. Akkor meg mellette, a tó mellett, ami most a rólacék laknak, ott az között van egy füves rész, hogy oda terveznék egy játszótér bővítést, és oda még lehetne feltenni játszótér elemeket a gyerekeknek. És lenne teljesen ott már egy ilyen rekreációs sportcentrum lenne az a hátsó részen. És mégis a faluban van, nincs a szélén, védett helyen van, nem forgalmas, mert azért kie van a 63-as, akár körbe is lehet utána keríteni is, de én úgy érzem, hogy ott egy megfelelő hely lenne egy ilyenre. Látom, itt van Fehér László polgármester jelölt. Laci, hol is vagy? Vagy itt voltál? Laci, voltál nálam, valamelyik napig kicsit beszélgettünk. Ha nem haragszanál meg, és megengeded, én az én projektembe, az ötleteim közé szívesen betenném az orvosi lakása mondott dolgért, beteltem-e. Köszönöm szépen. Tehát Lacival beszélgettünk, valamelyik nap volt nálam, megegyeztünk, hogy nem vagyunk ellenségek, csak ellenfelek, és mondott egy nagyon jó ötletet, sok mindenben nem értünk egyet, de mondott egy nagyon jó ötletet, amit magamével tudok tenni, illetve javaslom is majd a képviselő testületnek. Ugye sajnos tudjuk, hogy az orvos helyzet az milyen. Nem csak nagy dologon, most még egyelőre a doktor úr ellátja, a legés doktor úr, de bármikor azt mondhatja, hogy nem. Ugye jelenleg is helyettesítéssel történik, egyszerűen nem találunk, nem jelentkezik házi orvos nagy dologra. De nem csak nagy dologra van probléma, hanem városokban is már. Tehát nem csak a kis települések, hanem városokban is orvos hiány van. És ez nem a mi nem akarásunknak a következménye, egyszerűen nincs orvos. Elhagyták az országot, hogy nem akarnak egyszerűen házi orvosok lenni, nehéz ilyet találni. És Laci mondott egy ötletet, hogy csináljunk egy hiper, szuper, fullos házat, egy lakást. Akár még 20 merencével is. És ajánljuk ki úgy a házi orvosnak, vagy a rendő házi orvosnak, hogy itt van ez a lakás, lakhatsz benne, hát ha az esetleg idehozna valakit. Elveszni nem fog elveszni a pénzünk, ha nem jön valaki, akkor vagy eladjuk, vagy bérbe adjuk. De én ezt át tudnám menni a Lacinak az ötletét, hogy hát, ha így próbálnánk orvost hozni ide nagy dologra. Igen, Laci?
Igen, ezt tudom, csak így nem akartam kiegyezni. Jó, Laci, a programbeszédet te holnap tartsd meg. Én köszönöm, hogy ennyit hozzászóltál. Én nem akartam így belemerülni, hogy mennyire mentünk ebbe vele ilyen apró részletekbe, hogy kit kell elcsábítani, vagy hogyan, hogy ide jön egy orvos. Én ebben azt akartam jelképezni, hogy tényleg nem ellenségek, hanem csak ellenfelek vagyunk, és át tudom venni másnak is az ötletét, vagy javaslatát, ha jóval el elé, bármikor át tudom venni. Ami még a tervek között szerepel, szintén Paks 2 projekthez, oda is benyújtottunk egy 1 milliárdos igényt, nem csak 1 milliárdot a közösségi házra, a vízelvezetési problémák megoldására Nagy Dorogon, illetve vizes rendszerek rendbetételével szintén adtunk 1 milliárdot ígérvényt, ami beazonosított, várjuk Paks 2 indulását, és várjuk, hogy mit tudunk belőle megkapni. Próbálnánk rendbe tenni, kell 1 milliárd hozzá, hogy a nagydörögi vízelvezetés rendben legyen. Mivel ugye nem annyira nyílt ez a dolog még, de már egyszer miniszter úr is elmondta, terve vannak olyan tárgyalások, erről már beszéltünk is, meg én is beszéltem, de ezek még csak tárgyalások, hogy Nagydorogon kialakulna egy munkásszálló. Egy 800 férőjárás munkásszálló, ami a régi dohánybeváltóból lenne kialakítva. De mondom, ezek még csak tárgyalásban vannak, ezek a folyamatok. Nem tudni, hogy még mi lesz belőle. Lehet, hogy esetleg majd, mikor miniszter úr kap szót, akkor majd talán tud mondani valamit. Én még csak ennyit tudok róla, hogy tervek, egyeztetések vannak, de a tervek úgy készültek, hogy könnyen egy emel szintű öregotól legyen belőle. Én alapban ennyit gondoltam felvázolni a terveimről, illetve ahhoz kérném az önök támogatását, hogy ezt az elkezdett, bemutatott, igazolt 5 éves munkát szeretném folytatni. Szeretném folytatni a képviselő jelöltekkel, akik bízunk benne, hogy képviselők is lesznek, akik tudnak ebben azonosulni az én elképzelésemmel, illetve ezt az építsük tovább Nagy Dorog szlogent, tovább tudjuk építeni Nagy Dorogot közösen önökkel, az önök hatató ötleteikkel, amit adnak hozzá, hogy mire nyújtsunk be, mit próbáljunk, mit tegyünk még meg. Én bízok benne, hogy ezt a munkát tovább tudjuk végezni, és tényleg tovább tudjuk építeni Nagy Dorogot. Én most megkérném a képviselőket is, hogy egy pár gondolatot mutatkozzanak be, hiszen a képviselőkről írásos anyag nem ment ki a településre, csak a közösségi médiába elektronikusan került föl. Megkérdem a képviselőket, hogy ők is mutatkozzanak be. Én ennyit kívántam volna elmondani, és zárszólag csak annyit az én részemről, hogy remélem minél többen fognak bennem bízni, és hozzám húzzák az X-et, illetve a csapatomhoz. Köszönöm, hogy meghallgattak. Én is szeretettel üdvözlök mindenkit a mai estén. Én Tájbli Józsefné Aranka vagyok, 52 éves és 33 éve élek Nagy Dorogon férjemmel és két nagy felnőtt lányunkkal. 1985-ben szakmunkás vizsgáztam Szekszárdon, az 505-ös szakmunkás iskolában varrónőként végeztem. Majd egy 20 éves kihagyással 2008-ban érettségiztem a Paksi Vakbottyán gimnáziumban. Jelenleg Pakson dolgozom a montázs üzletházban eladóként. Míg gyermekeim óvodások és iskolások voltak, aktív tagja voltam a szülői munkaközösségnek. Közben párhuzamosan a Nagydorogi Búzavirág Néptánc Egyesületbe is jártak a gyerekek, és ott 13 évig segítettem a munkát, támogattam társadalmi munkával a vezetőket. A Nagydorogi Református Gyülekezet tagjaként
Részt veszek önkormányzati és gyülekezeti rendezvényeken. Testvér településen is jártunk családom minden tagjával. A gyülekezeten belül a kapcsolattartás, a szervezés és az önkéntes munka mindig is közel állt hozzám. Úgy gondolom, hogy ezen képességeim birtokában hasznos tagja lehetek a következő önkormányzati képviselőtestületnek. Bízom benne, hogy a település kulturális életében való aktív részvételem a lakosság javát fogja szolgálni a későbbiekben is. Előre megköszönöm, hogyha október 13-án mellém teszik az X-et és képviselőtársaim mellé. Köszönöm. Én is üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok. Hogyha valaki nem ismer esetleg, akkor Göröncsér Gábor vagyok, 33 éves, több generációs nagydorogi lakos, feleségemmel és három gyermekemmel településünkön élek, Vörösmarty utca 30 szám alatt. Középiskolai tanulmányaim befejeztével munkavállalóként tevékenykedtem, majd a kellő tapasztalat birtokába önálló vállalkozásba kezdtem 2012-ben. A vállalkozásom a családi gazdaság keretein belül őstermelőként végzem. Az általam termelt zöldséges gyümölcs helyi termékből rendszeresen adományozok a település községi rendezvényeihez, óvodai étkeztetéshez és fiatalos lendületes munkavégzéssel szeretném az elkövetkezendő 5 évben betölteni a képviselői munkát, melyre Kovács György polgármester jelölt kért fel, és én is szeretném azt tanácsolni, hogy a mi csapatunkat támogassa mindenki, Fidesz-KDNP támogatott Kovács György polgármester urat és a képviselőtársaimat. Köszönöm szépen a figyelmet! Én is szeretettel köszöntök mindenkit, Rájmanné Pipó Anikó vagyok, és 30 éve Nagydorog lakója. Örülök, hogy a hétvégi önkormányzati választáson Kovács György polgármester úr és a Fidesz-KDNP csapatát erősíthetem képviselő jelöltségemmel. Ezt lehetőségként élem meg, és megválasztásom esetén szeretném az általuk megkezdett utat tovább erősíteni és segíteni mindenben. 28 éve dolgozunk a faluban, és azt gondolom, hogy még 10 évig biztosan szeretnék a helyemen állni, ugyanúgy, ahogy eddig, folytatni a munkámat maximalistaként, boldogan és örömmel. És mottom, hogy élni és élni hagyni a másikat. És szeretnék mindenkit megkérni, hogy október 13-án támogassa a csapatunkat, Kovács Györgyöt és a képviselőtársakat. Köszönöm szépen! Jó estét kívánok én is mindenkinek, és sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a ma este megjelent a választási fórumunkon. Én Micki Márton vagyok, aki a 2019-es választásokon ismét jelöltetni kívánja magát képviselőként. A 2014-es választásokkor megkaptam önöktől a bizalmat, így 5 évig tagja lehettem az előző testületnek. A ma este nagyon röviden szeretnék egy pár mondatban magamról beszélni, illetve mivel azt a bizalmat megkaptam, amelyet az előzőkben mondtam, ezért úgy gondolom, hogy mindenképpen beszélnem kell, hogy az elmúlt 5 évben mégis milyen módon tudtam segíteni az önkormányzatunkat. A bemutatkozásomhoz kapcsolódóan a következőket szeretném elmondani. Mint ahogy az előbb is mondtam, Micki Márton vagyok, 33 éves nagydorogi lakos. Az általános iskolai, illetve a SZASZ megelőző óvodai évemet a településen töltöttem el,
az általános iskolai éveimet követően felvételt nyertem a Sárbogárdi Petőfi Sándor gimnáziumban. Az érettségimet is itt végeztem el. A középiskolámat befejezve Dunaújvárosi Főiskolára nyertem felvételt, majd a diplomámat is itt szereztem gazdálkodási szakon. Az iskolai tanulmányaimat befejezve hazaköltöztem Nagydorogra, és jelenleg is itt élek feleségemmel és gyermekemmel a településünkön. Munkahelyemet közel 9 éve a Györkönyi Székhelyű Duna Összeköt Egyesület jelenti. A szervezet terület és vidékfejlesztési tevékenységet lát el. Ez azt jelenti, hogy a civil szervezet igyekszik a területén működő 13 település önkormányzatai, civil szervezeti, illetve vállalkozásai számára pályázati úton forrást biztosítani a fejlesztési elképzeléseikhez. Mint ahogy az előbb is említettem az elején a beszédemnek, 2014-ben megkaptam önöktől azt a bizalmat, hogy 5 évig a testületnek a tagja lehessek. Az akkori jelöltetésemnek az egyetlen, és nem csak az egyetlen, de talán az egyik legfontosabb célja az volt, hogy igyekezzek a településünk számára megtalálni, illetve elkészíteni azokat a támogatási kérelmeket, amelyek településünk fejlődéséhez vezethetnek, illetve azt segíthetik. Mint ahogy azt a polgármester prezentációjából is láthattuk, itt 2014 és 2019 között azért számos beruházás valósult meg. Ugyan voltak olyan projektek is, amelyeket az önkormányzat 100%-ban saját erőből valósított meg, azonban itt túlnyomó részt pályázati forrásokból tudtunk ilyen nagy léptékű fejlődést elérni. A településünkön megvalósult pályázatoknak mintegy 90%-ában részt vettem, vagy teljes körű ügyintézőként, vagy pedig egy-egy projekt részfeladatáért voltam felelős személy. Gyorsan kigyűjtöttem, hogy melyek voltak azok a pályázatok, nem is akarom felsorolni egyenként, igazából egy összesítést csináltam, hogy melyek voltak azok a pályázatok, amelyeket az önkormányzat saját hatáskörben, úgymond házon belül meg tudott oldani. A legtöbbje, amely amúgy a településünkön történt, az ilyen volt. Összesen 5 olyan pályázatunk volt, amikor nem mi intéztük teljes körűen. Ebből 4 darab topos pályázat volt, ugye ezeket, ahogy a polgármester is elmondta, az egyik legnagyobb, ezek voltak a legnagyobb léptékű fejlesztések. Itt együttműködési megállapodást kötöttünk a Tolna megyei önkormányzattal, illetve volt egyetlen egy olyan pályázatunk, amikor az OSP rendszert kellett kiépíteni az önkormányzatnál. Ez egy annyira specifikus pályázat volt, hogy én azt javasoltam, hogy ezt adjuk át egy olyan cégnek, aki rendelkezik a megfelelő informatikai háttérrel. Tehát akkor az elmúlt 5 évben 36 darab pályázatot adtunk be, ebből 22 nyert, 12-t sajnos nem tudtak támogatásra ítélni, illetve 2 darab olyan pályázatunk van, amely most jelenleg is elbírálás alatt van. A pályázatok kapcsán nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ez a dolog, hogy milyen sikeresen tudtunk pályázni, ez nem egyéni érdemeken alapszik. Nem lehettünk volna ennyire sikeresek, és nem tudtuk volna ennyire jól kihasználni a forrásokat, ha nem tudunk egy egységet alkotni. Itt egy-egy pályázat esetén akár 3-4 embert is be kellett vonni annak érdekében, hogy azok a benyújtandó mellékletek határidőn belül a rendelkezésemre álljanak. Ebben nagyon nagy segítséget kaptam a településünk polgármesterétől, Kovács Györgytől, illetve volt egy-egy olyan akár óvodai, akár bölcsődei pályázat, ahol éppen a Márti néni tudott nekem nagyon sokat segíteni. Én két dologban látom azt, hogy mitől tudtunk ennyire jól. Az egyik az,
hogy egy, tényleg egy felkészült, úgymond egy kisebb stáb foglalkozott ezekkel a pályázatokkal. Ezek a pályázatok minden esetben a kiírásnak megfelelően, az abban foglaltaknak elvártan lett beadva, és ez volt az egyik. És a másik, amit én személyesen megtapasztaltam, az az előző testületnek a lobby tevékenysége. Nagyon fontos volt ez is, hisz nem csak úgy útján engedtünk egy pályázatot, hanem azt menet közben is igyekeztünk jó gazda módjára az útját egyengetni. Néhány szót szeretnék még nagyon röviden a csapatunkról. Véleményem szerint a ma este házigazdájaként fórumot tartó jelöltek legalább ennyire, ha nem jobban tudnák folytatni ezt a fejlődési potenciált, amit mi itt az előző 5 évben igyekeztünk véghez vinni. A jelenlegi csapat tagjai közt találhatóak a többsége azon személyeknek, akik már egyszer bizonyítottak a tenni akarásukat illetően. Én azt gondolom, hogy elvárható, és el is kell várni tőlünk, hogy megválasztásunk esetén folytassuk azt a fejlesztési ütemet nagy darogon, mely az elmúlt időszakban tapasztalható volt. A kis beszámolom végeztével nem maradt más hátra, mint hogy arra kérjem önöket, hogy most vasárnap a lehető legtöbben menjünk el, és adjuk le az általunk választott személyekre a voksunkat. Nagyon fontos az, hogy vasárnap este egy olyan eredmény szülessen, amely a település lakosságának többségét tudja tükrözni. Én ezúton kérném önöktől a bizalmat, hogy október 13-án szavazzanak rám, illetve a Kovács György polgármester által megnevezett csapat tagjaira, és hogy kapjuk meg azt a lehetőséget, hogy ezt a fejlesztést, amelyet az elmúlt 5 évben mi igyekeztünk a lehető legjobban véghez vinni, ezt 2009-től is tudjuk tovább folytatni. Én köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet, és további jó tanácskozást kívánok az est hátralévő részére. Köszönöm. Köszönöm. Kívánok én is mindenkinek, a tévénézőknek is, akik nem ismernek, szeretnék bemutatkozni. Feke Lajos vagyok, nagydorogi lakos. Itt éltem folyamatosan, a családom is. 3 gyermekem van, 52 éves vagyok. Ugye 5 évvel ezelőtt én is bizalommal kaptam el a falutól, amit nagyon köszönök, ugyanúgy Fidesz-KDNP támogatottságon indultunk. Ugye bekerültem a pénzügyi bizottságba, ott nyomon követtem a falunak a fejlődését. Pénzügyileg is, ugye, hogy polgármester úr már felvázolta, jó kondíciókkal vettük át az önkormányzatot, el kell mondani, de most is nagyon jó kondícióban van. Tartalékok vannak benne, úgyhogy ezt szeretnénk tovább folytatni, hogyha önök bizalmat szavaznak tovább is a testületnek. Ugye nem szeretnék sokat beszélni a tervekről, mert polgármester úr az elmondta szinte az egész palettát, úgyhogy még egy-két szót hozzá, annyi, hogy a kapcsolatot tartok én az igazfalvi testvértelepésénkkel, és innen is próbálom biztatni önöket, hogy minél többen jöjjünk ki, és próbálok bevonni most a fiatalokat is a kint létbe, vagy másokat, mert egy kicsit keveset mozgunk, ugye kiöregedtek azok az emberek, akik ezt a kapcsolatot elkezdték, és ezt szerintem tovább kell folytatni. A Hiász Janiéknál is ugyanez a probléma, ott is már idősödnek, akik kezdték, azért tudnak kevesebben jönni, ugye, mert azért meg volt szokva, hogy tárcsoportja minden, de önállók is kiesett egy generáció már, sajnos. És próbálom ugyanúgy a munkámmal segíteni az egyesületeket, a falu rendezvényeit, próbálom oda is most már bevonni a fiatalokat, hogy minél többen jelenjenek meg, ami nehézkes, mert ugye mindenki dolgozik, hivatkozik, családot alapít, de hát remélhetőleg majd egyszer sikerül jobban belejönniük őnekik is, úgyhogy én azt mondom, hogy a szlogenünk az építsük tovább nagy dologot, hogy nem adjunk csak szlogen, azért tegyünk is, és én is szeretnék mindenkit megkérni, hogy 13-án rám és a polgármester úr, jelölt úr által csapatra szavazzanak, és
Előre is köszönöm, hogyha úgy döntenek, hogy mink folytatjuk ezt a munkát továbbra is. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, minden résztvevőt, miniszter urat és a megjelenteket. Most az egész, amit én itt összeírtam magamnak, mivel én vagyok az utolsó, úgy fog hangzani, mintha a többiekből írtam volna ki egy-egy mondatot. Ez nem így van, ez csak azt jelenti, hogy ennyire egy rugó jár az agyunk. Mindjárt abban kezdeném, hogy a polgármester úr beszámolójából kihagyott két apróságot. Az a két apróság, az az egyik a Klikkel közösen indított pályázat, ami mintegy 400 milliós beruházás az iskola és a sportcsarnok felújítására, és azt fontosnak tartottam elmondani, hogy ez már egy megnyert pályázat, már csak a kivitelezőket várjuk, hogy ezeket végrehajtsák. A másik apróság, amit kihagyott, az önkormányzat energetikai felújítása, ami mintegy 70 milliós pályázat, ami szintén megnyert pályázat, és már csak el kell kezdeni a beruházását, vagyis meg kell keresni hozzá a kivitelezőket. Na most, hogy mindenkit helyreigazítottam, most akkor kezdeném. Balog Attila képviselőjelölt vagyok. Az önök megbízásából 5 év vagyok a község önkormányzati képviselője. Nagydorogi lakosként itt dolgozom, és itt is élek a párommal és gyermekemmel. Temetkezési ügyintézéssel foglalkozom több mint 10 éve, és 2018 ősze óta a Fidesz-KDNP politikai munkatársa vagyok. Képviselőként, majd alpolgármesterként az önkormányzati munka mellett aktív részese voltam a Nagydorogi Értéktárbizottság létrehozásának. Ápoltam a testvértelepülési kapcsolatokat, hát már minden évben kint voltam a testvértelepülésen legalább egyszer, és minden évben fogadtam itt vendégeket, és nagyon jó baráti kapcsolatok alakultak ki ezekből a találkozásokból. Több településünkön élő lelkes fiatallal újjáélesztettük a nagydorogi labdarúgást, ahol azóta is az egyesület elnökeként dolgozom. Az előző választás után nagyobb fejlődési szakaszba lépett a település, aminek sok önök által is jól látható jele van. A település lakói között járva, kéréseiket, problémáikat meghallgatva, képviselőként Nagydorog egészének fejlődéséért akarok dolgozni. Sok feladat vár még megoldásra, amit megfelelő alázattal és dinamikus együttműködésben a kormánnyal, önökkel együtt meg tudunk oldani. 5 évvel ezelőtt úgy látták a nagydorogi választók, hogy a szomszédos, kisebb települések fejlesztésekben elhúznak mellettünk, és lecserélték egy hián az egész képviselőtestületet. Első ciklusos polgármesterrel és testülettel kezdtünk neki a munkának. És bizony ennél fogva csúsztak bele hibák is. Ez persze jobban megmaradt mindenkiben, mint az előzőleg felvetített beruházások, de hát emberek vagyunk. Ennek ellenére meg akartuk szolgálni a bizalmat. Nagyon sok hiányosságot tártunk fel. Úgy, ahogy a szórólapunkon is ki lett emelve, 20-50 éves problémákra találtunk forrásokat és megoldásokat. Amit folytatni kell egy következő testületnek is. Tisztába kellett tenni a tulajdonviszonyokat is, hogy erős alapokra tudjunk építkezni, vagy egyáltalán építkezni tudjunk. És majd talán ezekre az alapokra már lehet egy olyan települést építeni, ami vonzó lehet itthon maradásra, ide településre, és vállalkozások ide vonzására és indítására. Ennek már most is vannak jelei. Mindannyian tudjuk, hogy 5 éve olyan 50-60 ház volt eladó Nagydorogon, addig ma alig lehet találni egyet-kettőt, ami eladó. Megállt a népesség csökkenés is. Van bizalom a településben, de ezt a bizalmat meg kellett szolgálni, és meg is kell tartani. Aztán meg kellett tanulnunk, hogy érzelmekből nem lehet döntéseket hozni. Egy testületnek racionális érvek mentén a törvényesség betartásával a nagy többség érdekeit szem előtt tartva kell dönteni. Ezt a munkát közösen csináltuk végig,
már azokkal, akik részt akartak venni benne. És bárki is állít mást, munkatársak voltunk, és egymás véleményét meghallgatva közösen készítettük az előterjesztéseket, és nem erőltettük egymásra az akaratunkat. Pártállástól függetlenül arra szeretnék kérni mindenkit, hogy ne engedjük, hogy ellenzékbe legyen a település. Egy nem túl erős adóerőképességgel rendelkező községnek minden lehetőséget ki kell használnia a fejlődés érdekében. A jelenlegi magyar ellenzék állapotát nézve, úgy 2030-ig a kormánnyal együttműködve nagy dolgokra lehet képes ez a közösség. Sok lehetőség adódhat a küszöbön álló erőmű beruházásból is, amivel a miniszter úr biztosan meg tud majd erősíteni bennünket. Én azt kérném, hogy ne forduljunk vissza, és ne változtassunk a rendelkezésre álló szociális keretek elosztásán. A segélyi alapú pénzosztás helyett továbbra is inkább támogassuk a családokat, a gyermekek iskolakezdését. Tartsuk meg a 14 év alattiak és a 60 év fölöttiek karácsonyi támogatását, legyen igazságos az elosztás. Őrizzük a megharcolt értékeinket. Ne válasszunk egy bizonytalan ígérgetésekkel teli jövőképet. Válasszunk inkább egy már kipróbált és bizonyított, egy nyugodt, kiszámítható jövőt magunknak. Bár a Facebook megtekintésekből azt lehet leszűrni, hogy inkább azt nézik meg többen, ahol valami vitás kérdés van, és ami több feszültséget szül, de szerintem a többség a nyugodt építkezést, a kiegyensúlyozottságot választa a cirkuszok és a megosztottság helyett. Bízom az emberek józan ítélőképességében. Mindenki menjen el szavazni, nem maradjon otthon senki. Válasszanak a feladatra alkalmas jelölteket a település élére. Ez mindannyiunk érdeke. És hát merjünk nagyokat álmodni, építsük tovább nagy dologot, és arra kérek mindenkit, hogy október 13-án szavazzon Kovács György polgármesterjelöltre és a Fidesz-KDNP csapatára. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm a képviselőknek a bemutatkozást. Most akkor én, mint fiskális polgármester, azért az alpolgármesterről, mivel hogy két dolgot felsorolt, amit kihagytam. Csak én a számokat pontosítanám. Az a 70 millió, az 83 millió, tehát az önkormányzat épületére. Illetve a 400 milliós iskola beruházás az 430 milliós. Tehát ennyit kívántam volna csak pontosítani a hozzászóláshoz. Most pedig felkérném miniszter urat, hogy ő is ossza meg a gondolatait a lakossággal. Jó estét kívánok én is mindenkinek. Én egy 50 perces beszéddel készültem, hogy legközelebb ne hívjanak meg, mert ugye akkor ez eltart fél kilencig legalább. De most vagyok itt harmadszor ilyen kampánygyűlésen, és ennyien még sose voltak. Ebből látható, hogy azért mindenkit alapvetően a helyügyek érdekelnek. Fontos volt az országgyűlési, de akkor elfértünk a klubba, de akkor is elegen voltunk, hogy nyerjünk. Most ugye többen vagyunk jóval, és ennek elégnek kell lenni. Megint, hogy akkor, ami már elhangzott itt többször, hogy a Kovács György és csapata tudjon nyerni. Tehát én azt gondolom, hogy ők első cikluson vannak túl. Én is voltam polgármester Pakson. Nem egy egyszerű helyzet polgármesternek lenni, mert sok dicséretet nem kap, annál több kritikát. De ugye menni kell az úton, amit elkezdtek. Én azt gondolom, akkor tud egy testület vagy egy polgármester bizonyítani, hogyha legalább megterheljük 3-4 ciklussal, mert akkor végig tud járni egy utat, tud alkalmazkodni ahhoz, amit a település lakói kérnek tőle, elvárnak tőle. Hogyha 5 évente más-másra bízzuk a város, a település ügyét,
ugye itt nem város, ha bár van ennél kisebb város is az országban, de nagy dolog, hogy egy térségi központként is úgyis jelentős szerepet fog közel jövőben is játszani, mint hogy valamikor játszott is. Tehát én azt kérem mindenkitől, hogy azt fontolják meg, hogy érdemes-e itt a percek miatt bárkit beáldozni. És ugye én is, mikor polgármester voltam első, nem ebben a szakmában nőttem föl, persze hibázik mindenki, hibázhat is. Én miniszterként is biztos hibázok, de ha tovább vagyok miniszter, akkor majd beletanulok ebbe. Tehát a polgármesternek, meg a testületnek is bele kell tanulni mindenbe. Nekem volt egy kollégám, aki azt mondta, hogy 20 év tapasztalatát sajnos csak 20 év alatt lehet megszerezni. Tehát ez elkerülhetetlen. És egy településnek biztos vagyok benne, látható, amelyik települések az országban fejlődnek, azok tudnak fejlődni, ahol 3-4 vagy akár több ciklusú testülete, polgármestere van egy településnek, mert ott megvan a fölfutása, nem 5 évente kidobjuk az előzőek ötletét, új ötletet találunk, azt vagy van módunk megvalósítani, vagy nem. Tehát ezért kérem, hogy tényleg fontolja meg mindenki, hogy akkor Kovács György és csapata legyen támogatva. Mi velük az elmúlt 5 évben, én mint polgármester, egy kistérségi kapcsolatokban, ugye paksi polgármesterként a Gyurival együtt dolgoztunk, ott pont ezen az ominózus nagybusz, kisbusz ügyön is kellett dolgoznunk, hogy a nagybusz azért az kerüljön el a városból, oldjuk meg, legyen egy hatékonyabb, de akár a hulladék kérdésbe, városi víz vagy a vízes ügyekbe is kötelező volt együttműködnünk, úgyhogy én nem a mostani kampányokból ismerem az ő munkásságát, hanem abból ismerem, hogy együtt is kellett nekünk dolgozni. Tehát így bátran tudom ajánlani. A másik, amit azért alpolgármester és polgármester is kihagyott, és mondta, hogy majd úgyis meg fogják kérdezni tőle, az ugye nagy dolog Paksi út a kérdése, ami 17-ben a kormány decemberben hozott egy határozatot, hogy 187 milliárd a környékben összút föl lesz újítva. Ebbe beletartozik a nagy dolog, aki a napokban járkált, a nagy dologi úton láthatta a jelzéseket. Nem én raktam rá, hogy jövök, hanem több munkacsapat is dolgozik, tehát mérik föl, tervezik, és tervek kellenek, meg engedélyek egy komolyabb felújításhoz is, hogy ez az út most nem kátyúzva lesz, hanem egy vadonatúj aszfaltburkolatot kap, és akkor a korrekciók miatt is, hogy az ívek, egyebek, dőlések azok hogy legyenek, ez egy teljes körű fölmérés zajlik. Tervkészítés, és akkor engedély az engedély után. Még lehet, hogy évvégén el tudunk kezdeni munkát. Itt az időjárástól is függ, mert az aszfaltot, hogy egy adott hőmérséklet alatt már nem lehet teríteni. De jövő évben a CECE német kéri, és a nagy dorogi út az első, ami elkezdésre kerül, ha idén nem is fogjuk tudni csinálni. Tehát a kormánynak egyértelműen szándéka, hisz ugye polgármester úr említette, hogy a magyar faluba is már pályáztak. Ez a magyar falu pályázat, ez ugye tavaly évvégén döntött a kormány, hogy ilyen formában is lehetőséget kell adni a településeknek, de már ugye számtalan a közösségi tér, kisgép, orvosi eszköz vásárlástól is sikeres pályázatként számol be. Ez folyamatosan fog menni. Falusi úthálózatok felújítása is függetlenül a paksi térségi 187 milliárdos úthálózat felújítástól szintén a kormányzat szándéka, hogy ma az volt a legfontosabb, hogy az autópályák elérjék az országhatár, hogy a nagy mennyiségű kamionforgalom legyen gyorsan átvezetve. Ez még mindig nem teljesült minden, de ezen nagy ütemben dolgoznak. Ugye fontos, hogy minden járási székhely autóút vagy autópályán közelíthető legyen meg. Ez az is elérhető, hogy mindenki 30 percen belül autópályára vagy autóútra tud csatlakozni az ország bármelyik pontján. Ez rengeteg pénz igényel, rengeteg kapacitást, mint tervezői
mint kivitelezőjébe, tehát egy kicsit az alsóbrendútakkal ilyen 40 éves, 50 éves hátrányokba keveredtünk, mert én is 40 éve vagyok a térségben, de a nagy dorog út sem, meg a Cece út sem új út meg ez alatt az idő alatt, hogy hál' Istennek a megújult a Tengeric út, ami majdnem legkevésbé van használva a környékünkön, de az legalább készen van. De folytatni fogjuk ezt a munkát, hogy a JETA-ban is jelentős pályázati források vannak, nem csak a TOB-ban, és azt gondolom, hogy ez a kétharmados siker, ez egy jó siker, hisz olyan, tehát ha minden pályázattal lehetne mindenkinek nyerni, akkor nem kéne kiírni pályázatot, hanem csak föl kéne tenni a kezünket. Tehát a pályázatok azért vannak eleve, mert nincs annyi forrás, mint ami igény van, hál' Istennek, de ez egy jó szerzett dolog, emögött komoly munka van, és hogy azt is ma is voltunk átadni Kajdacson egy létesítményt, elhangzott, hogy maradék pénz a topokban is van, tehát a területi operatív programokban még évvégén hozzá lehet jutni, tehát ezzel is élni kell, és valószínű, hogy ami még egyéb miatt nem kapott, még előfordul, hogy sikerül abba is. Azokat a közös célokat én nem akarom ismételni, amit elhangzott, hogy a térségi központnak is tartjuk, hogy a szövetkezet, itt a takarék szövetkezet átadása, épület is azt mutatja. Ez is azért egy jelentős, hisz több területről, több település az én választókörzetembe is kivonult a takarék szövetkezet, majd ugye itt nem ez történt, ez is mutatja, hogy azért ez egy, hogy mondjam, jobb adottságokkal rendelkező település, tehát ezzel élni kell. Én itt a kampányban láttam, hogy valaki arról beszélt, hogy itt nem történt semmi az elmúlt pár évben. Biztos így van, valaki így érezheti, de amit elhangzott, hogy bárki körbe megy a településen, az biztos, hogy nem ezt látja. Tehát nem igaz, csak ezt a szót nem akartam mondani, hogy nem igaz, mindenki maga le tudja mérni. És azok a közös fejlesztések, amiben majd Paks 2 kapcsán együtt dolgozunk, azok is be tudnak indulni. Itt, aki követte a híradásokat, hallhatta, hisz a Szijjártó úr egy kicsit minket megelőzve, ugye bejelentett, hogy mi október 2-án lejegyzőkönyvezve megkaptuk az oroszoktól a teljes dokumentációt az erőm építésére. Ez azt jelenti, hogy az a tervcsomag, amit átvettünk, az lehetőséged ott, hogy az engedélykérelmet beadjuk. Tehát megvan az a műszaki terv, ami alapján engedélyezni lehet az erőmű építését. Ez meg egy hosszabb folyamat, de dolgozunk rajta. Jövő év közepén, nyár közepén tudjuk beadni az engedélykérelmet. Tehát az visszavonhatatlan, hogy Paks lesz, mert ez a kormánynak komoly szándéka. 31% fölötti import villamos energiával üzemel Magyarország. Ez olyan kitettség, amit nem lehet vállalni. Tehát itt nincs visszafordulás, nincs újra. Több paksi kollega is hitetlenkedik, hogy ebből nem lesz semmi, hogy ez egy blöff, ez nem igaz. Tehát meg tudom minden is erősíteni, hogy ez egyértelmű, hogy Magyarország másképp nem tudja megoldani energiállátási gondjait, mint hogy meg kell építeni ezt a két blokkot. Eleve ez időjárástól függetlenül biztonsággal nagy mennyiségben ilyen napot tud termelni. Még a megújulóknak mi nem vagyunk ellensége, de azt mindenki tudja, naperőnek akkor termelnek, ha világos van. Süt a nap a szélkerék akkor, amikor fúj a szél, az atomerőmű meg mindig termel, ha nincs karbantartás. Tehát ezt világosan kell látni. És az önköltsége az atomerőnek jóval kisebb, mint Németországban, mondjuk 1 kWh villany fogyasztónál majd 100 forint, nálunk ez 35-37 forint. Tehát azok a céljaink, hogy együtt dolgozva a térséggel, mert nem csak Paksot fejlesztjük, hanem a régiót is, hisz Paks nem is bírja el, hogy még egyszer 10 000 fővel megnöveljük a lakosságát. Ez a település szerkezete nem teszi lehetővé, ezért lehető legtöbb, mind
ideiglenes építőmunkás, mint végleges üzemeltetőt szeretnénk a környékbeli településeken elhelyezni, letelepíteni, de hát ez jó utak kellenek. A jó úton jöhet a villamos busz, mert ezen az úton egyszer jönne végig, aztán le se lejteznénk, mert tulajdonképpen szétesne. Tehát ez minden mindennel összefügg, tehát mi együtt fogunk dolgozni, ha fölhatalmazzák a testületet, arra megkapják a bizalmat, és ugye nem csak akkor a testületet kell, polgármester urat, Kovács György urat és az itt ülő jelölteket megválasztani. Nekünk nagyon fontos a megyei lista is. Lesz egy megyei lista, Fidesz-KDNP-re kérjük ott is szavazni. Szóval megyében sem mindegy, hogy mi hogy tudunk együttműködve haladni, hogy megépüljön Paks, jó utak legyenek, jó iskolák, jó iskolabuszok. Tehát ez mind fontos, hogy én most a csókról, a vidék megtartó képességéről nem akartam beszélni. De ugye a kormánynak az is nagyon fontos célkitűzése, és az látható ezt a kampányban is, mikor országgyűlési képviselőjelöltként itt voltam, akkor még csak célkitűzésként mondtam, hogy lesz a fiataloknak falusi csok, ez megvalósult. Tehát bízni kell a kormányba, ahogy a kormány levegőt kapott, hogy van GDP növekedés, van árbevétel, adóbevétel, hogy ugye ezeket a célkitűzéseket tudja is finanszírozni. Ezek a következő időszakban is finanszírozva lesznek. Ma nincs olyan település, ahol végigmegyünk, hogy ne készült volna új iskola, új egészségügyi létesítmény, vagy felújított kultúrház. Tehát ezek tények. Én kérem, hogy akkor tények alapján Fidesz-KDNP-re szavazzanak. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm miniszter úr biztató szavait. Kicsit alacsonyra állítod, Robi, légy szíves. Illetve azt is, hogy egy kicsit a Paks 2-ről is beszélt. Azt meg annak viszont nagyon örülök, hogy előhozta tényleg úgy, hogy mi nem is mondtuk, de előhozta a Paks utat, hogy előbb-utóbb rendben lesz. Ezt annyiból tudom megerősíteni, szerintem miniszter úr is megerősít bennünket, hogy amikor felmérték a Paks 2 beruházásnál, a kerítésen kívüli beruházásokról, hogy melyik település, melyik pontot mit kíván előre tenni. Nagy dolog, illetve a környező települések, mindenki első helyre tette a Paks útnak a rendbetételét. Hiszen oda vagyunk csatlakozva, oda vagyunk szorulva, bármilyen ügyet kell intéznünk, Paksra kell mennünk. Ezt reméljük, hogy ezt tartják szem előtt továbbra is. Na most akkor elékeztünk a fórumunknak ahhoz a részéhez, hogy akkor most lehetnének kérdések, hozzászólások, szívesen fogadjuk, és a legjobb tudásunk szerint próbálunk válaszolni. Jó estét kívánok, Lakatos Lajos vagyok, polgármester jelölt vagyok én is, és szeretném megkérdezni azt, amit tőlem nagyon sokan kérdeznek a választók, hogy a piasztér miért oda épült, ahova épült. Köszönöm. Hát ennek nagyon prózai magyarázata van, hogy miért oda épült a piasztér. Nem találtunk máshol helyet. Ahova gondoltuk először, itt van a... Bocsánat, azt mondják, nagyon közel vagyok a mikrofonhoz. Itt van a tulajdonos annak a teleknek, amit meg szerettem volna vásárolni. Többször megkerestem, hogy adja el. A posta melletti területről van szó, két utcafrontos. Én oda képzeltem először a piaszteret, de hogy nem volt eladó, nem tudtam megvenni. Illetve az önkormányzat nem tudta megvenni. Most bocsánat, hogy egy személybe beszéltem, de a tárgyalásokat én folytattam. Sehol, máshol nem találtunk területet a falu központjában. Nincs önkormányzati terület. Egy piaszteret meg nem vettünk ki a focipálya végére, az vásár. Oda visszük ki. Egy piac, azt szerintem benne kell, hogy legyen a falu közepén. Egyszerűen nem volt máshol terület, és adott testületülésen a polgármester úr betette fel, hogy adjam-e én a területemet. Mi ugye az enyémé volt az a terület a postával szemben, meg gondolom erre irányult a célzás, hogy az hogy, meg miért, meg hogyan nem volt. De ez kamera előtt történt, hogyha követte a jelölt úr a kamerai felvételeket, illetve testületüléseket,
Nyíltan, kamera előtt történt minden. Mint mondtam, mi megszavaztuk, hogy nyíltan hozzuk a döntéseket, felvállaljuk a döntéseket kamera előtt. És mivel az önkormányzat nem vehet értékbecslés nélkül ingatlant, hajlottam rá, hogy akkor legyen, hogy próbáljuk megoldani, mert ez a nagy álmunk volt, hogy a piac felett csináljunk, illetve piaccsarnokot építsünk, akkor belemegyek az eladásba. Egy független szakértő csapatot kértünk fel, aki megállapította, hogy 4 milliót ér az a telek. Erre Kovács György polgármester, hogy segítse a települést, illetve hogy a projekt megvalósuljon, 2 millió forintért odaadta az önkormányzatnak, amire a testület felemelte kezét, hogy megvásárolják. Tehát a 4 helyett 2 millióért. Ellentétben hallottam én is ilyeneket, hogy 12 millióért adtam el. Nem. 2 millió forintért adtam el az önkormányzatnak. Még egyszer mondom, azért, hogy megvalósuljon ez. Nem tudom, elég kimerítő volt-e a válaszom. Köszönöm. További kérdés? Azt szeretném megkérdezni, hogy miért szűnt meg nagy darabon az OTP? Miért szűnt meg másodszor? Volt erő a csapat, azt írta a népújság, hogy megoldódott nagy darabon a csapatvíz elvezetés. De nem tudom, mivel, mert nem a mi utcánkban, a mezőbe, vagy a Lőrinc úton, vagy a Vasút utcán, hát tulajdonképpen a csapadék elvezetést Vörös Marti Jókainál ott kellett volna megoldani. Mert nagy dologon soha nem volt ott. 29-ben az ártevíz folyt végig ott, senki nem panaszkodott. És abban a 130 millió a Vermeseggyel együtt állítólag annyiba került. 103. Vagy 103, na jó van. Abból a főutcánál gyönyörűen lehetett volna szép járdalapokból kibetonozni végig a főutcánál a csapadékvezető arkot. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Akkor erre is megválaszolnak mindjárt. Az OTP miért szűnt meg? Tudom, ez is nekem irányuló kérdést, mert azt mondják, hogy azért én voltam a hívás, hogy megszűnt. Én úgy érzem, mint ahogy el szoktam mondani testületi üléseken nincs, mint felelős vezető, aki az önkormányzat vagyonáért felelős vezető, ha talál egy olcsóbb megoldást a számlavezetésre az OTP-nél, akkor egy olyat fog választani. Egy olyan bankot fog választani, aki egész műszakban nyitva van, folyamatosan van ügyfélszolgálata, nem csak fél napokat, vagy ezen napon vagyunk, vagy ezen napon nem vagyunk. Én próbáltam az OTP-ben megalkodni, hogy engedjenek a számlavezetési díjakból, árakból. Nem voltak hajlandók engedni. Kértem a takarékszövetkezettel árajánlatot, letették, és jobb volt, mint az OTP-jé. És én akkor azt mondtam, hogy akkor tegyük át a takarékszövetkezetbe, aki még egyszer mondom, egész műszakba, egész napos nyitvatartása bank a településen. Viszont akár ebben még azt bizonyítottuk be, hogy elment az OTP innen, hogy az önkormányzat tartott el. Mert az önkormányzat elhozta a számláját, akkor ezért szűnt meg. Tehát azért mondom, lehetek ennek a mumusa, de akár viszont azt bizonyította be az OTP, hogy az önkormányzat tartott el. Miért nem volt annyi lakossági állománya, annyi, ami fönntartotta volna? Ez egy kihelyezett Paksnak egy alfiókja volt, a paksi fióknak nem is normális fióki munka volt benne. Egy hitelügyi intézésért Paksra kellett elmenni. Nem tudom, valaki próbálta ez OTP-nél, Paksra kellett menni. Takarékba helybe tudja intézni nagy dologon. Jó, most csak azért reagálok, hogy szerintem ezért szűnt meg. Jó. Szerintem azért szűnt meg. Persze, még a Vágány Jóska idejében működött, teljes műszakban működött az OTP, de utána lement, Laci, neked is követned kellett volna, tudod, itt laksz a faluba, hogy csönkentette le a munkaidejét, a nyitvatartását. Szerintem egy bank, akkor bank egész nap tudja fogadni az ügyfeleket. A vizelvezetési probléma. Amikor mondtam, hogy megoldódott, azt hozzátettem, hogy részleges vizelvezetési problémát oldottunk meg nagy darabon. Részleges. Nem az egész település vizelvezetési problémáját, hanem részlegesen. Azt a szakaszt, a Vermesegy,
a Vasút utca, vagy a Vasút túlsódala, illetve a Lőrinc úton kifele. Ezt így kifejtettem. És azért lett ez beadva pályázatra, mert most, ha akarod, név szerint is elmondom azok, hogy kik reklamáltak ezért. Kik reklamáltak ezért. De más meg nem reklamált. A Kossuth utcából sem reklamált. Még egyszer mondom, Laci. Tehát értem én a célzást. Teljesen értem a célzást. Csak te is értsd meg, ők reklamáltak. A Szombatéknál. Az biztos, mikor én voltam már polgármester, ki kellett menni homokzsákokat rakni oda, mert felment a víz. Tényleg probléma volt. Megnéztem a Vermeseidnél is, azért mondom, nem nevesítem, akarod, nevesítem. Kiszólt, ahol lemosta a vizet, oda mentem, tényleg megtörtént. Volt, amikor próbáltuk csak megoldani, a Pálékféle ház túlsó oldaláról húztunk egy betoncsíkot oda a kapuba, hogy ne folyjon keresztül. Tehát próbáltuk megoldani, nem tudtuk. Így egybe egy globálba. Így tudtuk ezt a szakaszt rendbe tenni. És pont ennek alapján határoztuk meg azt az 1 milliárdot is, arányszámokat állítottunk fel, hogy 1 milliárd forint van szükség arra, hogy igen, ott kezdjük el a Banai ároktól, menjünk el végig, menjünk el Jóka utcán, menjünk el végig az összes árkon, szintezzük be, és adott esetben lehet, hogy áttemelő szivattyúkat kell betenni, hiszen Nagy Dorognak olyan a domborzati viszonya, ez bebizonyítja a szennyvízhálózat, hogy 7 áttemelő szivattyúval jut ki a szennyvíz Nagy Dorog településről. 7. Az pont azért van, mert nem lehet kilejtetni, nem lehet kifolyatni. Olyanok a domborzati viszonyunk, ez az adottságunk. Engem nem zavar, meg a mi utcánkat, a Lőrinc utca zavarja, már senkinél nincs ott víz. Ott tulajdonképpen a Vasút utcai résznél, de ott se azért, hogy sok csapadék hullott le, de hogy ez egy talajvíz, ez egy talajvíz. Ez úgy van én nekem is bejegyezve, hogy öreg dzsindzsás dülő az én házhelyem is. Ez egy talajvízes. Köszönöm, Laci. Akkor most annyit hozzáfűznék még, én is ebben a faluban élek 5-6 éve. Azt is tudom, hogy ott tó volt azon a részen, ahol most az agrokémia telep épült. Abban az időben, most menjünk vissza, akkor a kommunista rendszer azt mondta, hogy most ott lesz. És nem foglalkoznak vele, hogy hova megy a víz, hova nem megy a víz. Elhordták a homokbányát, onnan hordták el a TS homokbányát, áthordták, átvitték a túlsódára, betöltötték azt, hogy Gödröt. Neki is emlékezni rá. Na, azért mondom, hát te is itt vagy azóta Dorogon, áthordták oda a homokbányát, föltöltötték. Nyilván a víz oda akar menni, ahol valamikor is ment. Ez ugyanez volt a Rákóczi utcában, amikor elöntötte a Rákóczi utcát a Belátóegyről folyó víz, abban az időben Pincési László polgármester idejében volt, utána vágták át, és átvitték ott a Cáriéknál a zárkot, és bekötötték abban a járokba. Előtte mi volt a Rákóczi utcában? Tarkató. Tó volt, ugye? Az volt a tarkató. Az volt a vízgyűjtő. Kommunista rendszer, betemetjük, oda csináljuk a ásort. Nem nézték, hogy a víz merre fog folyni. Most azokat a 50, 60, 70 éves elmaradásokat csak már emelőszivattyúkat tudjuk visszahozni, mert azokat már nem tudom a ásort elvinni, hogy csináljon egy víztározót belőle, mert oda állt a víz, mert ilyenek a talajviszonyok. És Laci, én tudom, hogy mi volt ott benne a vasúttal szembe. Az egy, igen, egy vizes terület volt, betöltötték. De most ott laknak, vannak ingatlanok, amit meg kell védeni. És most az egy, azt mondtad, egy valaki szólt. De annak az egynek, ha a háza megy tönkre, akkor mi van? Hát azt mondtad, hogy ez 2 ember volt az egész, amiért csinálta. A Vermeselyen egy, meg a Vasút utcában egy, ugye? Na, de most, ha neked lett volna ilyen problémád, te is reklamálta volna érte, ha saját ingatlanoddal valamilyen történik, és oldja meg az önkormányzat. Azt a részt, még a vasúti részt, még egyszer mondom, rendbe tudtuk tenni, avval, hogy csak újra kellett szintezni. Igazából nem is nagy munka folyt, belettek szintezve az árkok. Az meg, hogy olyan méren megy a Paksi vagy a Lőrinc út mellett az 5 méteres árok, sajnos így jön ki a szint. Olyan mélyet kellett csinálni, meg volt, hogy mennyi esésnek kell lenni, a mérnökök kiszámoltak, annyira kellett folyni a víznek olyan százalékba. És annyira ki kellett mélyíteni. Nem lehetett más csinálni, hogy elmenjen. Nyilván, hogy ha ebben az árokban majd még csatlakozik egy másik vizes projekt, az úgy lesz szintezve, hogy ahhoz menjen. Laci, én ennyit tudtam hozzáfőzni. Köszönöm, hogy meghallgattál. Laci, fej. Köszönöm szépen.
megépült az a csarnok, vagy megépül az a csarnok, az jó dolog. Tehát lehet sok mindent vitatni, jó, hogy megépül. Amit ebben a dologban én egy kicsit visszatetszőnek tartok, hogy egy ilyen volumenű beruházásnál gyakorlatilag a személyem egy a 2600 közül, de én akkor vettem, vagy szereztem róla a tudomást, amikor már a táblát oda kirakták, itt egy piactér fog épülni. Abba talán egy picit hibásak vagytok, és nem biztos, ez az én privát magánvéleményem, tehát nem is akartam én tulajdonképpen hozzászólni az egész este. Lehet, hogy megkérdeztek volna néhány embert a faluba, vagy esetleg egy Facebookon kiraktál volna egy olyan oldalt, hogy ötleteket kérsz, nem kerül pénzbe, hogy hová, vagy milyen formában, mert a sok közül az is egy lehetőség lett volna esetleg beszélgetni a mostani piactér melletti üzletekkel, egészen a Guttengéber, Anikóék, Hentesboltja, egyéb háromszögben lévő Erzsei Jánosék boltjának a háromszögével, hogy esetlegesen, és erre nem sok esélyt látok, de esetlegesen belementek volna ezek az üzlet tulajdonosok abba, hogy az üzleteiket ledózeroljuk. És helyette odaépítsünk egy háromszögbe egy piaccsarnokot, egy emeleti rész, ahol lehet kisebb üzleteket megcsinálni. A tulajdonosok visszakapnák a boltjaikat, ugyanolyan négyzetméterben, ugyanolyan helyzetben, ahol vannak, esetlegesen sokkal modernebb állapotban, úgy, hogy őnekik ez nem került plusz költségbe. Ha a tulajdonjogot nem kaphatnak, mert nem vagyok tisztában, nem vagyok ügyvéd, hogy most ilyen pályázati pénzből megépült épületbe kaphat-e tulajdonjogot kívülálló vagy sem, ezt nem tudom, és nem is akarok nagyon butaságot mondani, de joga van az önkormányzatnak 1000 évre kiadni 1 forintért azt a boltot bérbe, és akkor ha későbbiekben tovább akarják adni, akkor esetlegesen nem kellene félni attól, hogy az a bolt nem lesz az övéké. Ez csak egy lehetőség sok közül, tehát én abban látom a problémát, hogy hoztok döntéseket 6-7-en, és ilyen dolgoknál például itt van ez a bowlingpálya 1 milliárd forintért. Ennek az árából, és tudom, te megválaszolt ezelőtt 3 nappal nekem, arra lehet pályázni, amire van pályázat. Csak meg kéne válogatni, vagy meg kéne keresni azokat a pályázatokat, ahol esetleg anyagi dolgok, nem biztos az a fejlődés a nagy dolognak, hogy most mi 1 milliárd egy csillagvizsgálót építünk, vagy kilátók, vagy éppenséggel üzleteket, vagy a közösség nem attól lesz előrébb, vagy jobb helyzetben, hogy most épületeket építünk. Az igényekhez kell keresni valamilyen forrást, és nem biztos a milliárdok a jó befektetés. Köztudott az, hogy a Magyarország fiatalkorú lakosságának, gyermekkorú lakosságának a 50%-a az a legszegényebb 30%-ú családok nevelésében vagy tartásában. Tehát én azt hiányolom, hogy ezeknél a pénzeknél, amikor ilyenek kimennek, akkor nem kérdezzük meg az embereket, hogy mi a véleményük. És amit én problémás, az már én privát véleményem, ez a hatalmas fejlődés, ami nagy dologon bekövetkezett utóbbi 5 évben, és amit mindenképpen folytatni kell, a legfontosabb az, hogy a legszegényebb, a legcsóróbb családoknak a gyermekeire nem foglalkozunk. És ez lehet, hogy nagyon csúnya, eklatáns példa, ez a szegénység, tanultuk az iskolában, ez olyan, amikor a szegény ember vesz 2 nyulat, az elkezd szaporodni, és akkor lesz megint ennyi kölyke, és ennyi megint kölyke. A szegénység ezekkel az emberekkel együtt tovább szaporodik. És hogy ki fogja a mi nyugdíjunkat, vagy a többi nyugdíját megtermelni, azt nem tudom már. A piac térni maradva, tehát én örülök a piac térnek, hogy megépült. Én annak nem örülök, hogy nem lehet kikérve a falu véleménye, hogy hol és milyen formában épüljön meg. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólást. Ezt már megtárgyaltuk, Laci, hogy ugye sok mindenben nem egyforma a véleményünk. Továbbra is azt mondom, ugye, hogy ellenfalak vagyunk, nem ellenségek. Én úgy gondolom a piacról, amit elmondtam, illetve hova lehet tenni, meg még lehet tenni. Egy kicsit annyit hozzászólnák, hogy azt mondtad, hogy ne építkezzünk, hanem mással foglalkozunk, akkor egy kicsit, amit átvettem a programodból, építsünk,
hogy majd ide tudjon jönni valaki. Tehát, hogyha az alap infrastruktúrák, alap dolgok hiányoznak, akkor nem akarnak itt élni a településen az emberek. És most ebben nem akarok vitát nyitni, mert ezt majd megbeszéljük külön, de én így gondolom, hogy először rendbe kell tenni az épületeinket, ingatlanjainkat, vízrendezést kell végrehajtani, modern piacot kell csinálni, ha ez most annyira is szúrja egy-két embernek a szemét, de egy modernet kell csinálni, akkor itt akarnak maradni a településen az emberek, itt akarnak lakni, mint ahogy az alpolgármester úr felvezette, hogy hál' Istennek alig van már eladó ingatlan, csak vadászni lehet a nagy dologon, ide költözhet az emberek, itt látják a fejlődést. Ha ezeket nem tesszük rendbe, akkor nem fognak ide költözni. És a közösségi házra is 1 milliárdért azért van szükség, hogy itt tartsuk az embereket. Hogy legyenek valahova elmenni, szórakozni, illetve jól érezni magukat. Annyiba szeretném kiegészíteni a polgármesterurat, meg jelöltet, hogy a kormány feladata, tehát ezt a szegénységet településen belül nem lehet felszámolni, nem is célja egy testületnek, hisz akkor végtelen forrással kell rendelkeznie, mert nem tudja lakást építsen, iskolai tankönyvet, iskolai étkeztetést, de ez mind a kormány, ahogy a forrásai rendelkezésre állnak, az látható, hogy oldja meg. Ingyen tankönyv van, ingyen étkeztetés a gyerekeknek, a közlekedését, aki nem településen belül van, iskolabusz hálózattal fogja megoldani. Tehát ezekben, ahogy haladunk előre, ezekben a lépések történnek. Ugye az a cél, elmondta a miniszterelnök úr is, aki figyelte, hogy aki gyereket vállal, az semmi esetre se ilyen rosszabbul, mint aki nem. És ezt nem úgy akarja elérni a kormány, hogy bünteti azokat, vagy külön adót vet ki azokra, akik nem vállalnak gyereket, hanem még ez forrás kell, növelni kell ezeket a kiadásokat. De az is tény, hogy munkaalapú társadalmat akar, és a szülőknek kell eltartani egyébként munkajövedelemből a gyerekeket, nem a gyerekeknek kell eltartani a szülőket. Tehát ez is világosan ki van mondva, mert volt egy időben olyan tendencia, hogy ugye a szocból, meg a támogatásból, meg a segélyből lehetett ezzel előnyt szerezni. Ezt a kormány megfordította, ez az utóbbi időben látszik is, hogy megfordult ez a tendencia. Ez hosszú távon kezelendő, ebbe jelentős eredményeket már az elmúlt 4-5 évben ért el a kormány. És azért mondom, hogy nem az önkormányzat, ezt önmagában egy-egy település nem tudja megoldani, de a kormány helyette nem véletlenül az iskolák fönntartását is átvette a kormány, hiszen ezek létesítményeket, iskolát is az önkormányzatokkal nem tudja fenntartani. Egyébként meg, hogy nem már a ferdítés ott, vagy bowling pálya lesz 1 milliárdból. Tehát mikor egy településen óvatosan kell fogalmazni, mert ugye az is lesz benne, de nem bowling pálya lesz 1 milliárdból. Tehát én a csúsztatások azok, tehát óvatosan kell azzal is élni, mert hónap már tényleg elterjed a településen, hogy a polgármester úr 1 milliárdból fog tekézni. Úgyhogy köszönöm. Köszönöm, miniszter úr, hogy kiegészítést. Esetleg még akkor valakinek kérdés, hozzászólás? Viszi a Marci. Szeretném megkérdezni, hogy mi a cél a gyógyszertár és az új piactér között, van két kerítés. Az között van egy olyan 80 centi hézag. Mi lesz abban? Ott ilyen dzsindzsa lesz, vagy átjáró? Nem lehetett volna egy kerítéssel megoldani? Válaszoltok is? Igen. Ott egy kerítés fog maradni, a belső kerítés el lesz bontva. Ez a tervező által a kimért határon van az új kerítés. A régi kerítés, ami ott volt, az nem volt a határon. Illetve a végéből, mert ez nem volt pont négyszögletes telek, itt van Balassa Józsi, tudja, az önkormányzat megvett egy háromszöget tőlük, hogy megfelelően be lehessen építeni, illetve meg legyen a négyszög. Az új kerítés fog maradni, nem lesz dupla kerítés. Hát jelenleg úgy néz ki, még nem végeztünk az építkezésre, nem lett átadva.
Még építkezési terület nincs átvéve, folyamatban van az építkezés, majd ha ilyen jellegű hozzászólások, reklamációkat szerintem akkor kellene, amikor átadtuk, hogy ott valami nem úgy tetszik, vagy nem úgy van. Még nem végeztünk vele. Nincs átvéve, kivitelezőnél van még a labda, nincs teljesítésigazolás, nincs átvéve. Mint mondtam, a műszaki bejárás az 9-én kezdődik. Köszönöm. Köszönöm a szó. Én nagyon örülök annak, hogy a református temető ravatolózója tényleg rendben van téve. És én azt is tudom, hogy már egyeztettünk abba, hogy kifolyólag, hogy a katolikus temető ravatolózója folyamatban van. Én azt szeretném megkérdezni tőled, hogy milyen státusban van, és mi várható a következő hőben. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdést. Akkor annyit pontosítanák, hogy maga a református temető van, illetve a ravatalozó az az önkormányzati. Tehát pontosítva az önkormányzati a ravatalozó, az bárki használhatja az önkormányzati. Tehát nem a református egyházi. Református egyházi a temető. A ravatalozó az önkormányzati. Csak egy pontosítottni akartam, hogy ahogy szóltál. Elmondtam már közmeghallgatáson is, hogy próbáltunk mi többször segíteni a katolikus egyháznak is. Még Árpád atya idejében is próbáltunk, volt kiírva a pályázat, hogy lehetett volna pályázni akkor önkormányzatnak, lehetett volna pályázni ugyanúgy ravatalozó felújításra, mint ahogy mi megoldottuk az önkormányzatit. Akkor az Árpád atya azt mondta, hogy nem, mi ebben nem szóltunk bele, püspökség, majd a püspök eldönti, hogy lehet beadni vagy nem. És ők ezt saját berkeken belül elintézik. Hát akkor, ha nem tehetem, akkor nem tehetem. Utána most akkor egyszer újra előkerült ez a dolog, akkor addig jutottunk el, hogy én önkormányzatilag az ismeretségemet labdába véve kértem egy árajátot az áram kivezetésére, illetve a víz kivezetésére oda, hogy akkor tényleg lehessen ott valamit építeni, meg rendben legyen. Azokat az árajlatokat át is küldtem a katolikus egyház részére, akkor még Horváth István volt a nem tudom pontosan mi a titulusa, a vezetőségben itt a katolikus egyházon belül, Nagy Dorogon. Átküldtem neki, abból se lett semmi. Akkor most jött a Modern Falu program, ahol konkrétan az egyházak pályázhattak rá. Beszéltem Péter atyával, mondta neki, hogy most van ez a lehetőség, meg kéne lovagolni. Én a tudomásom szerint most beadott pályázatot rá a katolikus egyház. Annyiból gondolom, hogy egy tervező felhívott, aki tervezné a ravatalozót a kinn a temetőbe, és azt kérte tőlem, hogy elektronikus formában juttassuk el neki a nagydorogi arcolati kézikönyvet, ami tartalmazva, hogy mi építhető, hova építhető, ütközik-e bele. Tehát foglalkozunk vele, bármikor bármit kérnek támogatást tőlünk, amiben lehetőségünk van, azt támogatni is fogjuk. Szeretnénk mi is azt, hogyha ott is lenne egy új ravatalozó és kulturált körülmények között lenne. Nem tudom, Józsi, elég ennyi. Köszönöm. Lenne egy rövid kérdés, hogy a nagydorogi önkormányzat hogy áll a gazdákhoz? Mert ami hallottam, már ugye nekem nincs ilyen Facebookon, meg akármi, én nem értek hozzá, hogy egyes embereknek nem tetszik, hogy a gazdák, hogy gazdálkodnak, meg ellenszegőnek a gazdáknak az akarata ellen. Hogy a nagydorogi önkormányzat hogy viszonyul a Schneider-Lorántnak az építkezéséhez, hogy mi lesz azzal? Miért hátráztatják, hogy miért nem tesz pontot az önkormányzat rá, hogy nem tudna neki segíteni? Hogy akik ellenségei, miért nem próbálják meggyőzni, hogy hagyják békivel, mert ő pályázatból épít, és erre nem kapott, aki lehet a faluba senki nem tudja, akinek nincs ilyen akármilyen, hogy megnézze, meg nem hallottak róla, hogy milyen hátrányba helyezték a Lórinak az ügyét.
ez most személyes okok miatt, vagy pedig az önkormányzat nem akar neki segíteni. Mert úgy hallottam, hogy az önkormányzat segítene, de vannak személyek, akik még a villanyvezetékbe is belekötnek, hogy hol megy, meg a víz elvezető árok. Hogy ott is elfér a gép, vagy nem fér el a gép, szerintem elfér a gép, már 30 évesen volt az a árok pucóva, meg visse igen van benn, hogy miért hátráztassák a gazdáknak a munkáját, hogy ehhez hogy tud az önkormányzat hozzászólni, hogy segíteni a gazdákat. Ne hátrányos helyzetben, hanem valahogyan provokálná, hogy hát segíteni. Válaszolok akkor, jó? Jó. Amit Gyuri most kérdezte, erről volt 4 testületi ülés, erről az ügyről. Jelen pillanatban úgy áll, hogy az önkormányzat, itt nem mondhatjuk azt, hogy támogatja vagy nem támogatja ezt az ügyet, az önkormányzat racionális döntéseket hozott, a jognak megfelelő döntéseket. Tehát az önkormányzat, ha úgy tetszik, a mások akaratával szemben a gazda mellé állt. Tehát önkormányzatilag én úgy gondoltam, hogy mellé kell állni, illetve a jog is ezt tudta kimondani, és jogilag ennek megfelelt a mi döntésünk. Az alapprobléma az, az volt, hogy 2 évvel ezelőtt elkezdődött egy építkezés, amiről nem kérdezték meg az önkormányzatot, hiszen nem hatásköre, nincs beleszólásom. Hivatalos építési engedélye elkezdett egy gazda sertés hízladlát építeni, és közben akkor azt mondom, hogy az ő ellenzékei nyomására a hatóságokat állandóan molesztálták, hogy ez nem az az építkezés, meg nem így van, meg nem így van. Volt egy hiba a paksi hatóságnak az építési engedélybe, ugyanis mivel közel van egy vízelvezető árok, bármennyire nincs benne víz, az egy vízelvezető árok, nem kérték ki a vízügyi hatóságnak a szakvéleményét, ami kellett volna ahhoz, hogy kiadják az építési engedélyt. És ezt utólag előírták hiánypótlásnak Schneider Lórandnak, hogy ezt szerezze be. És mivel hogy a víz folyás olyan közel van az épülethez, így kérték a Lórandot, hogy szerezze be az önkormányzata egy olyan nyilatkozatot, hogy mi nem ragaszkodunk a 100 méteres védőtávolság fenntartásához, mert jogszabály megengedi, de a szakhatóság eltérhet. Tehát az önkormányzat olyan határozatot, hogy nem ragaszkodik a 100 méterhez, tehát tőlünk megépítheti. Illetve a másik ügy, ami az volt, amivel közben jött el az ülések közben, hogy tudjuk az árkot tisztítani, vagy nem, mert köze van hozzá az épület. Az én véleményem, illetve az önkormányzat véleménye az volt, többségében képviselőknek, az volt, hogy mi 3 méteren, ami jelen pillanatban meg is van, mert 4,5-6 méterről van szó, annyi hely van, mi tudjuk azt az árkot karban tartani, tehát itt is az önkormányzat a gazda oldalát, és mi azt jeleztük felé, kiadtuk azokat a kérelmekre a válaszunkat, hogy mi nem hátráltatjuk az ő építkezését. Ennyit tudok róla Gyuri mondani. Nem hatásköre az önkormányzatnak, hogy most én visszafele pereskedjek más irányba, aki meg akarja akadályozni. Amit önkormányzatilag kellett vele foglalkozni, abban foglalkoztunk. Szerintem még többet is, mint kellett. Foglalkoztunk vele, a döntést meghoztuk, és a gazda mellé álltunk, hogyha így kisarkítjuk. Köszönöm. Hanem még akkor killódnak vele. Mert ha most kész lenne az az épület, akkor a házak túl ki szeretné vinni a jószágot, és akkor az utcában is rend lenne. De minél jobban késletetik, annál nehezebben tudja megcsinálni. Meg nem csak a Lórinak lesz közel az árokhoz a jószágja, ott van a Szabó Zulinál is. Az a, onnan a tóbú, ugyan abba az árokba folyik a víz, nem tudom hány birka van, az nem szennyezi az árkot.
meg ilyen dolgok. Meg mindenkinek van ott új jószágja. Azelőtt nem volt baj, hogyha tartottunk jószágot. Most mindenkinek baja van, hogy kukorékul a kokas, még utóbb az is baj lesz a faluban. Jó, Gyuri, köszönöm a hozzászólást. Ezt megmondom őszintén, nem szeretnék most ebbe itt vitát nyitni, ezt eléggé kiveséztük a testületüléseken. Az alapkérdésedre a választ azt mondtam, hogy ha úgy tetszik, akkor a gazda oldalát az önkormányzat. Az, hogy most kiné, hogy van még, majd mint ezt nem akarnám megvitatni, akkor nagy dologi önkormányzatnak nincs jogköre állattartási rendeletet hozni, ezt is elmondtuk, na egy magasabb rendelet szabályozza, tehát önkormányzatilag mi állattartói rendeletet nem alkothatunk. Magasabb jogszabály szabályozza, ha valakinek megvan, hogy éppen mennyi állatot tart, hogy egy ingatot tarthatja, ha szomszédnak nem tetszik, feljelenteti, amennyiben olyat találnak, meg is fogják büntetni, vagy éppen korlátozzák az ő állattartását, de az alapfeltételeknek megfelel, nem az önkormányzat feladata az, hogy elhagyja a jószágot, becsukassa a jószágot, vagy mennyi állatot tartat. Vannak jogszabályok, amiket be kell tartani. Mindenhez van szakhatóság. Nem önkormányzati feladat, illetve még egyszer kihangsúlyozom, szerintem ezt már elmondtam közmeghallgatáson is, testületülésen is, hogy nincs jogkörünk állattartói rendeletet hozni, jogkör hiányában ilyet pedig nem tudunk megvalósítani. Ha ilyen személyes problémák vannak valahol, az bejelentés, és akkor szakhatóságok intézik. Ennyivel kívántam kiegészíteni. Köszönöm. Valakinek még esetleg kérdés, hozzászólás? Jó estét kívánok! Meg szeretném kérdezni, hogy itt elhangzott a tájékoztatás. Tehát nagyobb teret kellene adni annak, hogy a falu lakosságát jobban tájékoztassák, hogyha vasárnap meg lesz választva ez a testület, vagy önök. Illetve elképedve hallom ezt az összeget, 750 millió, illetve közel 1 milliárd a közösségi ház megvalósítására. Mindenféleképpen kérdezzék meg a községet, kérdezzék meg a község lakosságát, hogy egy ilyen megaberuházás nagy dorogon hogyan akarnak megvalósítani. Hát most tudomásom szerint ugye a gyönyörűséges kastélykertnek a focipálya felét kellene erre feláldozni. Elképedve hallom ezt az 1 milliárd, és már meglévő, ha jól hallottam, meglévő 1 milliárd. Az még nincs meg. Ja, még nincs meg, csak tervben van. Hát én csak azt kérem, hogy mindenképpen azért ne egy 6-7 fős grémium döntsön erről, hanem kérdezzék meg nagyon komolyan a lakosságot. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólást. Ha ez célegyenésben fog biztos, akkor meg is fogjuk kérdezni. Egyelőre az igények vannak beadva, és közösségi házuk meg szükségünk van. Szüksége van a településnek közösségi házra. Amit mondtam, hogy kulturális életet akármit tudjunk fejleszteni, ahhoz szükség van egy kulturális létesítményre. Ami jelen pillanatban nincsen nagy dolog van. Nincs. Jó, jó. Most a gyönyörű szép kastélykertet, akkor abban az időben térjük vissza, a kommunisták csináltak focipályát belőle a kastélykertbe. Tulajdonképpen sajnos egy fogyó lakosságról van szó nagy dologon, és nem csak itt az országba, a környezetünkbe, tehát ezt a hatalmas nagy házat meg kell tölteni élettel. El tudjátok képzelni, hogy ez meg fog valósulni egy ilyen nagy beruházás kapcsán? Erre szüksége van nagy dolognak? Én nem tudom, hát igazából egy kicsit kételkedem. Itt van nagy dologon a régi napsugárvendéglő, a falu központjába nosztalgiázni is tudnék. Az első része kiváló, 60-as évek elején lett megépítve, a közösségi rendezvényekre tökéletesen megfelelne, szerezze vissza a község tulajdonába, bontja le a hátsó részt, a Torzsa utca felőli részt, építsétek újjá, sokkal, de sokkal kisebb összegből. A falu központjába mi kell még több egy 3000 fős vagy 2800 fős községnek? Szerintem bőségesen megfelelne, de hát uram, bocsánat.
más tervek, más idők. Reagáltok? Hát, tessék. Reagáltok akkor? Hát, hogy? Nem akartam én világérsebb többet kérdezni. Semmi gond, hát azért vagyunk itt, lehet kérdezni, és amennyiben tudok, felelek is rá. Én úgy érzem, hogy ez a mondás is igaz, hogy merjük nagyot álmodni. Ezt ugyanúgy eljátszottuk a piaccsarnoknál, és mindenki leborogott, hogy itt nem lesz. Van, kész lesz, és működni fog. Ez az 1 milliárd is olyan lenne, hogy nem a falu pénze, Paks 2 pénze lesz. Hát miért ne csináljuk meg, hogy a tudunk? Egy lakodalmat, most már aki csinál lakodalmat, nagy lakodalmat csinál, vagy nem csinál. A napsugár vendéglővel te is tudod, nosztalgiázza, én is voltam lakodalomban, ott 100 emberre fullon voltunk, ugye? Körül. 150 az már itt üt kinn a Laci, az itt üt a vízásblokknál üt, a főrészen, a vadászteremben, meg a ezében, ott nem fért el több ember. Jelen pillanatban puszta hencsére járnak el, ha 100-120 is lakodalomban. Sarok Robi Györkönyben lévő vendégházába vagy rendezvénytermébe járnak át lakodalmat tartani, 70-80 fővel. Nincs olyan, amit mondtam, még Pakson se. Akkor miért nem merjünk nagyot álmodni, miért nem merjünk itt egy olyan termet csinál, ahol 200 fő elfér. Merjünk nagyot álmodni, Józsi, erről szól a világ. Most akkor azért mondom, hogy most menjünk vissza a napsugár vendéglőhöz, folyamatosan még esetleg diszkó vagy akármi működött, folyamatosan jöttek a polgármesterhöz a szomszédok, megint nem nevesítem, mert hang van, mert nem tudnak pihenni, nem tudnak aludni, ez jönne. Most akkor azokkal is meg kéne beszélni, mielőtt ilyen terveket teszünk oda, hogy akkor fogadjátok, hogy itt most hang lesz, meg hangzavar lesz. Tehát ki lehet sarkítani mindig oldalról, és se vitatkozni akarok veled, csak azért mondom, hogy mindennek van átülütője, mindennek van pozitív, negatív oldala. Én úgy gondolom, hogy a napsugár vendéglő, amilyen állapotban van most az az épület, és kis összeveskibés elméleteket látva, mit tudom én, 2 hónapja még csak 16 millió volt, hogy felmerült az, hogy esetleg megvenni az önkormányzat, már 28 millió vagy 26 millió lett az ára, valami oknál fogva, de ez összeveskibés elmélet, ezt csak úgy kitaláltam. Ennyit fűznék hozzá. Köszönöm. Esetleg valakinek kérdése még? Hát amennyiben nincs, köszönöm szépen a részvételt, és akkor az ülést lezárom. És akkor kérek mindenkit, akit meg tudtam győzni, illetve a csapatom, hogy akkor vasárnap ránk húzzák az X-et. Jó éjszakát kívánok!